uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 9 percen múlt el, 6 óra, jó reggelt, szevasztok, mondanám, hogy teljes a stáb, de ez több szempontból sem igaz. Szervusz János. Hello, szia Feri, szia Zsíl. Hát igen, picit fokhiasak vagyunk, látszik azért a péntek, meg hogy ugye a stábnak az egyharmada egyelőre még szabadságoval, majd jövő héten szerdán csatlakozik hozzá. Természetesen 7 órától ma is ki fogunk egészülni majd egy nagyon jó arc, én azt gondolom, hogy senki nem fog benne csalódni, mert hogy Domovári Istvánról van szó, őt már korábban egyszer meghívtuk, sőt már többször is meghívtuk. És ugyan már... jeleztétek, hogy többet ne, de hát még azért most kitartunk. Na, mindegy, így most tacolunk majd a közakaratával, úgyhogy, de szerintem ő szívesen jön ide, úgyhogy ez majd ki fog derülni valószínűleg hét után is. Én nagyon örülök neki, hogy lepörgött a hét, megmondom őszintén, várom már nagyon a hétvégét, mert be van tározva egy-két jó film, sőt, a jövő hét pénteken Walking Dead maratont tartunk ismét, ennek Zsűl is nagyon örül. Indul? De ő is szokott rajta indulni, igen. A Walking Dead maraton? Igen, a Walking Dead maraton, nem, Zsüli szokott velük együtt indulni. Hát, igen, a zombik elől mindenki tud, mert hogy kénytelen. Akkor jön majd le a 4 rész, úgyhogy megint nekiülünk, és akkor egy... De ez most új 4 rész? Vagy persze, ez, majd... ez már az új évadnak a 4 része. Akik ismerik a sorozatot, és valamennyire képben vannak, azok tudják, hogy irgalmatlan be van sózva már ilyenkor az ember. Aha. Először egy jön le, aztán kettő, három, négy, és akkor a végén pedig az van, hogy leülsz, és órákon keresztül nézed a zombikám a futását. Mi az, hogy lejön? Honnan jön le? Nem jön hát, le. Tudod. Ja, ez a izé oldal. Így van, így van. Oldal. Mondjuk úgy, hogy Balázs könyvtár. Igen, a Balázs könyvtár. Ja, és akkor egybe letöltöd a négyet, így van. Hajrá. Így van, egy picit mi már előrébb vagyunk, de ettől függetlenül azt hiszem, hogy a Fox csatornán megy. Most már magyarul is, magyar szinkronnal is, akik most kapcsolódnának be, vagy érdekelni őket a sorozat, azok már nézhetik szinkronnal is. Na jó, ma megnyugtattál, nem mintha ezért bekapcsolnám a tévét, hogy féljek. Tehát ezt is sose értettem, ezt én mindig elmondom nektek, de ha ti nem féltek ilyen sorozatok közben, az tök jó. Én az első 5 percben összecsinálom magam, és nem értem saját magam, hogy miért vagyok ilyen hülye, hogy belenézek ebbe a múltkor, belenéztem ebbe a körbe, de azt is, hogy miért, érted? De az erős. Tök mindegy, jó, de most nem csak abban néztem bele, belenéztem már más ilyen pírosba, meg ilyen rothadó emberesbe, nem nekem való, azt gondolom, hogy ez a digitális világ engem túlnőtt, én az analóg, tehát csülök és fröccs vonalon tudok mozogni, és a barátaimmal, akik nem szépek, de még nem zombi. Nem szépek, de nem zombi. De ki tudja még mit hozzájövő. Mondok gyorsan néhány közlekedési infót, hogy 81-es út Kisbér felől Győr irányába dupla S kanyar, és van benne egy lerubbant kamion. Na, az nem vicces. Kócos írja, próbáljátok meg ott lassítani, mérnek a szervek az M5-ösön a 42-es kilométernél Szeged felé. Pump írja nekünk, és néhányan hallgatunk pedig, hát picit így örül is, de picit inkább nem örül, mert születésnapja lenne holnap. Aha. Tudod, mi a holnap? Mi? Már március 1, de jó, ő 29-én született. Aha. Szegény. Az ugye szökő évben, igen, van egy plusz napunk, ott is akkor szegények, ott ha megszületek, akkor most aha, neki nincs születésnapja. Hát igen, ez kellemetlen, viszont vigasztja őket a gondolat, hogy ebben a hónapban korábban kapnak idézőjelbe fizetést. Ja, igen, tehát, ezért ez egyik legboldogabb hónap az évben, hogyha azt veszük. Egyébként meg menjen mindenki a francba, aki így elviszi az időt tőlünk. Ti nem érzitek? Ezt én a februárból konkrétan így nem emlékszem semmire, de nem azért, mert folyamatosan ittas voltam még mielőtt valaki erre vonalra fűzne rá, hanem hogy egyszerűen ebből az évből elment 2 hónap. Döbbenetes. És annyira megy az idő, hogy... Most nem tudom, kivel beszélgettünk így, hogy ugye jön a március, gyakorlatilag ez lepörög, akkor onnantól kezdve a negyed évet már magunk mögött tudhatjuk. Ez abban a szempontból mondjuk jó, hogy közelednek hozzánk a nyári kitelepülések dátumai. Valószínűleg májusban azért megint megyünk itt karikát az országban. Én ezeket imádom, nagyon szeretem. Tök jó lesz így közvetlenül találkozni megint a hallgatóinkkal, és akkor így egy kicsit így kiszínesednek azok a nicknémek, amiket egyébként itt az SMS falról láthatunk naponta, mert hogy találkozunk azok az emberekkel, akiket takarnak, úgyhogy ez tök jó lesz. Múltkor találkoztam egyel, Mocskos úrral, Mocskos úr így szokta aláírni az SMS-eket, ő egyébként sört hord. Aha. Ez a szakmája, és akkor így találkoztunk össze, de nem volt mocskos, meg egy teljesen korrekt fiatal ember volt, és mondta, hogy ő az. Mondom, hát életemben nem gondoltam volna róla, hogy ezt a nevet választod magadnak, úgyhogy van egy csomó, igen, az SMS falon ilyen ismerősen visszajövő név, akire majd jó kíváncsiak leszünk, és jó hírem van, nem csak a tavaszira fogunk majd menni,
Nem csak hanem erre a tavaszi öt napra. Lesz klassz nyár is. Lesz klassz nyár, és akkor az megint úgy lesz, mint tavaly, hogy négy ilyen pénteken, mi valahol az ország különböző területén, és ott lesz majd a Csabi és a Pirocs is, és aztán napközben meg mennek a nagyon jó programok. És olyan koncertek lesznek, hogy a tavaly is rettenetesen jó volt, nagyon jó felhozatal volt, és szerintem senki nem bánta meg, aki elment bármelyik helyszínére a klassz nyárnak, de most mi nem lőhetjük le ezeket a neveket. De... Justin Timberlake! Ja, nem jön, hála Istennek! Igen, David Hasselhoff! Őse! Irgalmatlan jó bandák lesznek. Nagyon jó bandák lesznek, tehát hogyha rá lehet tenni a tavalyi kínálatra felhozatra még egy lapáttal, akkor ez meg lesz most nyáron. Nagyon jó, alig várjuk már, addigra hát, ha meggyógyulok. Az van, ezt szeretném elmondani nektek, Anna már adott egy tanácsot, de a hallgatók mindig okosok, segítsetek, hogy így napközben körülbelül el vagyok, tehát a halál széllétől nem messzire, de azért élek, és lefekszem este aludni, és elkezdek köhögni, érted? De csak ha fekszem. És ma egész éjszaka az volt, hogy kicsit így... Így, körülbelül így, amitől nyilván a család azon része, aki velem alszik, tehát egy fő, az én kedvesem, az, ő aztán abszolút nem tud aludni ettől, de én magam sem. Tehát, hogy ez normális dolog, hogy akkor köhögsz, mikor fekszel. Miért nem alszol olyankor? Egyébként fura. Anna mit mondott egyébként? Robitussin? Anna nem mondott ilyeneket, ő azt mondta, hogy valami zsúrló darabbak be kell kenni a torkomat belül. Szerint ez az egyik meg, hogy ülve kell aludni. Nem taplót mondott zsúrlót? Ja, lehet, taplót mondtál életem. Nem, izlandi zúzmónak hívják. Ugye, tessék, ez egy izlandi zúzmó. Ez sokféle. Nem, ez egy szirup is van. Meg szopogató tabletta. Szopogató tabletta, érti. Izlandi zúzmó. Ez szerintem jó. De figyelj, ha tekintettel akarsz lenni a családra, és ezért olyan van a kérdés, hogy azt mondod, hogy menjél le kukatárolóba, és aludj jó. Nem rossz. Meg mi van? Ülve kell, aludni? Igen, föl kell pockolni a hátadat, mert visszacsorog. Hát pockolni, tehát így föl... Igen, támasztani. Atya úr, így mondják. Főpockolni. Én is így mondom, főpockolod, és akkor alszol. Persze. Igen, mert hátra csorog a garanyhoz a váladék. Kávézik szegény. Jó reggelt, János. Jézusom, Anna. Hát ez én próbáltam egy korrét lenyelni. Nem baj. Szóval, igen. Igen, és akkor nem csorog hát. Aha, jó. Aha. Hát, na, jó, három van. Párna szépen fej alá betesz. Vagy aludjál hason felé, akkor előre csolog. Nem, az nem jó, mert megfullad. Nem, mert órán is szerintem nem. De nem tudod, hogy ezek a standard ágyak amúgy se jók. Igen, neki, nekem, hogy a fejem is lelóg. Tehát, ja, ez a padlószőnyegre fog csalódni. Vagy hát egy vödör, nem? Ez igaz. Inkább hanyat, és akkor párna. Apa rosszul vagy? Tegyél már apád fej alá egy tálat, már érted? Már tiszta csatak a padlószőnyeg, nem volt olcsó. Tudod, hogy szombat reggelente. Mikor hazajön hajnalban? Amikor olyan vidáman érkezik apa. Igen. Soma drága, mennyi játszottál a műkakony? Ja, nem csak apa. Hú, de rosszak vagytok. Na. Hát nézd oda, azért a korai tavasznak vannak hátrányai is, például ez. Igen, mert szaporodnak a vírusok. Nincs hideg, nem volt mínusz, és hát jönnek ezek a vackok. Most előbb-utóbb mi is betegek leszünk. Bizony. Na jó, ezt hagyjuk. Korai tavasz egyébként nagyon veszélyes tényleg. Lemegy az ember fejéből is a vér. Igen. Máshova száll. Na, hát azért értem. Ez rátok vonatkozik, csak én. Igen, gondoltuk is. Én meg vagyok. Anna, kerestek a telefonon. Megyek meg, dolgommal különben is a fekete-fehér már rendezem most nektek. Mindre, hogy... ne rendezzél semmit. Hát nézem az SMS falat, gyűjtöm ki, hogy kik jelentkeznek, mennyire jó fejek. Most hogy állunk egyébként? 2-1-re vezetek a hallgatók. Hát akkor ebből már győzelem nem lesz. De 2-2 még lehet. Elviekben lehetne mondani azt, hogy lehet belőle győzelem, hogy tegnap 2-t játszottunk, ugye Áronnal. Oké, csak Áron is elbukta. Tehát ha azt a játékot beleszámítod, akkor már 3-1-re vezetnek. A rövid távú memóriám már nem a régi. Nem számítjuk bele. Azt elmondtuk, hogy ez egy hét utáni játék, Áron szerette volna magát kipróbálni, úgyhogy ezt csak is kizárólag azért tartottuk. 2-1 ez a hivatalos játék eredménye. Igen, így van, így van. Hát figyelj, múlt hetet is 2-2-re hoztátok. Az is egál lett? Az is egy ilyen csonka dolog volt. Szánalmas valami miatt, jól mondom? Eredményeink vannak. Jól mondom, igen, akkor... mert a péntek az best of volt, jól mondom. Akkor még itt volt az a srác, várj, itt van a nyelvem, a neve. Hogy is hívják? Az a nagyfejű. Akinek tudod... Elhatárolódom. Nem jut eszembe. Komolyan nem jut eszembe. Na. Az a szőke gyerek. Tudod, az a kis izé. Szőke. Trendi. Igen. Na ő, de akkor még ezt ketten hoztuk össze, ezt a fantasztikus... Ezt most ketten, a múlt hetet, amíg benne volt a kisrác is. A Schwarzwald-Tinkerrel. Az.
Ó, tényleg. Brinkmann. Az. Jut ez, Brinkmann. Na, jó. Köszönjük szépen, és a hallgatóknak is a jó híreket. Feri, az uzmó működik. Te láttál már izlandi pónit fekve köhögni? Nem. Nem. Beteg vagy, de nagyon jó. És igazad van. Azt mondja, hogy Feri, én dettó, a köhögés csillapító sem segít, izomlázam van a köhögéstől, ez nálam ugye nem fordulhat elő, mert nincs meg ez a része a szervezetemnek, az izom. Még egy egyéb atyút. Ja, hát igen, a legjobb. Köszönjük szépen. Na, akkor péntekre egy könnyed, ahogy látom a setlistát, a zenei listánkat, egy könnyed kis... Persze, tegnap egy kicsit dallamosabb volt, kicsit modernebb, kicsit aktuálisabb rockzene, most meg egy mondhatni old school heavy metal, legalábbis abból a szempontból, hogy az előadó gyakorlatilag az egyik legismertebb, ha nem a legismertebb heavy metal zenekar, a Brit Judas Priestről van szó, de egy viszonylag... Hát figyelj, 40? Hány éve? Azt már nem tudom, mert az megy. Már föltörténeti korokba vész. Hogy ők mikor kezdték el. Ugye? Egyébként olyan 69 óta nyomják. Az 45. Azért az nem gyenge, ugye? 69 óta. Gyerekek, 45 évet lehúzni úgy, nem jó szó a lehúzni, mert nyilván imádják meg, azért zenészként sikeresnek lenni, abból élni, amit tényleg igazán szeretsz. Tehát ott nincs olyan, hogy na, már megint menni kell be a munkahelyemre. Bizony. Mert hogy egyrészt nem ugyanoda mész, hanem egyszer mondjuk a Berlinben, aztán New Yorkban koncertezel, és majd ugye Budapesten is. De hogy azért ez egy más dolog, de azért 45 év alatt már ott lehet valami. És ráadásul ebben a műfajban. Tehát, hogy itt persze el lehet nyomni egy lírait is időként, de hát tőlük azért a fénysebességű témákat várják alapvetően. Tehát, de ők nem nyugdíjelmet áll, ugye? Nem. Tehát ők nem lehetek nyugdíjelmet áll. Egyáltalán nem. Nem, nagyon durva. Úgyhogy tényleg érdekes belegondolni abba, hogy ők onnan indultak, ahova más férfi el szeretni jutni a 69-ig. Egyébként igen. Még Kóbor Meki az, aki hasonló vitalitással igen. Veti be magát. Hát az a tenisznek köszönhető, meg a húza fülli. Ők csinálnak valamit? Persze zenélnek. Hát szerintem én ott nem tudok semmiféle, hogy hívják rá, különösebb hobbiról. Rob Halford szokott időnként beöltözködni mindenféle szadomazó cuccokba. Tehát, hogy így maximum ennyi, amit tudok róla. Hogy készültél a koncertre, Rob? Hát azt tudjátok egyébként, hogy gyakorlatilag egy egész éra köszönhető, tehát ezeket a hagyományos heavy metal cuccokat, a bőröket, a szegecseket, a bőrsapkákat, meg stb. Ezeket gyakorlatilag az ő szexuális orientációjának köszönhetjük, mert ő annak idején, hát már annak idén is egy másik ligában focizott, hogy fogalmazunk ilyen kulturáltan, és elment egyszer az egyik haverjával egy szakkellékboltba, és onnan bevásárolt, és vett magának bőrkorbácsot, bőrkabátot, bőrnadrágot, és ebben ment el a koncertre. És akkor mindenki azt fölnéz a színpadon, és úristen, Robnál nagyobb metal macsó nincsen, holnaptól mi is így öltözködünk. Jó, csak ők heterok voltak. És kellett de Rob bevállalta, tehát ő kiállt a közönség. Egy 30 évvel később, igen. Aha. De addig gyerekek, a boldog bizonytalanságban, tudod. De jó sztori. És gyakorlatilag azt ennek köszönhetjük, hogy hát így néztünk ki. De van, aki még mindig így tolják. Ha most lenne itt valaki, akkor nyilván, vagy még valaki, akkor nyilván elhangzott volna az a mondat. Nem hogy, hörgős, nem röfögös. Nem, hogy a zenével nem tudtak ugye befutni, és ezért. Igen, ugye? Hát igen, a véletlen számlájára írhatjuk azt, hogy eladtak 45 millióval. Igen, így van. Milyen jó, hogy a Dombi nem jött korán, látod, mert most ez belökte volna ezt a mondatot. Mit hallgatunk meg az örökbecsűek közül? Az Angel of Retribution című albumról jön majd egy nagyon jó kis téma. Azt mondja a címe, hogy Deal with the Devil. Morning Show. A Klassz FM-en. Yes! Na! Köszönjük szépen! Jó. Köszönjük az egész hetit, de ezt nagyon, ezt a Judas Priest, ez kemény. Minden és benne van egyébként, ami a műfajt jelzi, elsősorban a Judas Priest, ugye az ikergitáros témák, ott van a szóló, ott van Robnak egészen elképesztő hangja. Hál' Isten mondjuk, valaki nagyon szereti egyébként, hozzáteszem, de én azért nem vagyok annyira oda a sikoltozásért, ebben azt hozza egyébként, amiben ami zsenés. Meg tök jó tudod, hogy meghallod a hangját, és rögtön tudod, hogy kiről van szó. Tehát, hogy ez az igazi. Ez az igazi. Nem 45 éven összetele. Keresztül ott lenni a topon, az azért gyerekek. Nagyon komoly. Bocsánat. Zenében különösen, mert ugye a közönség megbocsájtó egy darabig, de hát hány olyan zenekart láttunk, aki csinált mondjuk 3 nagyon jó albumot, megszerették millióan, azt a negyedik nem sikerült, akkor egy kicsit még vártak, hogy hát, ha lesz valami, és az ötödik is, ha lett, akkor ott hagytuk a francba az egészbe. Ugye a zenekar? Igen. És azt mondtuk, hogy jó, az első 3 album milyen jó volt, ha van koncert, és azokat játszák, akkor esetleg elmegyek, de az újra már nem vagyok kíváncsi. De egyébként ott lennék, amikor összerakják például a szetlistát egy-egy koncert előtt, hogy tudod így, hogy valamelyiknek eszébe jut egy olyan utáni meg lemez cím, ami a másiknak nem ugrik be. Az kinek a lemez, milyen. Ja.
Persze, 78-ban. Ja, igen. Na jó, figyelj, szedjük már le a netről a szöveget, nem már nem emlékszem. Hogy volt. Nagyon drágák vagytok a köhögésemmel kapcsolatosan. Vennem kéne egy sólámpát, kettő sópipát. Ki kéne cserélni a teljes ágynemű garnitúrát, de többen azt mondják, hogy az ágyjal egyetemben, mert hogy a szerintük atkása nem tudom micsoda, poratkás. Vennem kéne 45 féle szert, enni kéne lefekvés előtt egy almát, de itt a legjobb. Azt mondja, hogy főzzél 2 liter teát, 4 kanál kamilla, 3 kanál csipkebogyó, 2 kanál csalán, 5 kanál akácméz, majd önts kapjába is így a házi pálinkát. Ennyi. Ez nagyon jó. Igen, hát ez te... Ez hibátlan. Zseni vagy, köszönjük szépen. Igen. Vagy vedd el a Bibliát, aztán pedig térdre kutya. Igen. Hát savlekötő, úristen, mennyi minden. Látod, ezért érdekes egyébként, ez egyszer foglalkozhatnánk, Lackó, ezt neked is mondom, hogy ugye amikor van egyféle tünet. Most igen? Például az enyém, hogy ugye éjszaka, így napközben is érzem, kicsit meg vagyok fázva, de este lefekszem. Léci, ne részlet, ez még... Nem, csak elkezdek. Éjszakor csorog, hát. Nem csorog, azt nem én mondtam, hanem az Anna. Tehát van egyféle tünet, éjszaka köhögsz. Ettől nem bírsz aludni. És nézd meg, hogy hányféle megoldás van rá. Hogy az igen. Emberek például ilyenkor, amikor egy tüneted van, elkezden netre beírod. Internet majd az megmondja, hogy mi a jó. Hát hogy igen, csak ez veszélyes azért. Az bizony. Na, azért foglalkozhatnánk a jövő héten ezzel a témával. Így dobtam föl, hogy hát szerintem figyelte, lehetne ezzel hát, a... Én éreztem is, hogy valahogy így próbálod így meg mondom, így ezt a dolgot így feldobni. Na, mondom, ha ezt akkor mindenki eletünk rá erre a témára, érted? Megkukázzuk ki, szerintem írjuk is fel a tökézre. Itt is egy papír, itt is egy toll, már meg is van. 2-1 az állás a fekete-fehér igen nemben, és úgy állunk, ugye, hogy nem állunk jól. Tehát, hogy egyelőre a hallgatók vezetnek. Ha ma nyertek valamelyikünk ellen, akkor az 3-1-es győzelem nektek. Mert hétfőn szabadságon voltunk, nagyon csúnya lenne, úgyhogy mi a 2-2-re próbálunk meggyúrni, de hogy mi lesz belőle, az majd kiderül. Aki szeretne jelentkezni, az írhat a 0676450000-es SMS számra. 7 órától vendégünk van. Így van, Domovár István személyében, és jöhetnek egyébként még nyugodtan a tippek, hogy mivel lehet elmulasztani ezt a csúnya betegséget, vagy felével nekem egyébként még beugrott az, hogyha atkákról van szó, atkák ugye, vagy a padlószőnyegben laknak, vagy a takarókban, úgyhogy felperzsel föl taktika Ferenc. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggel, sziasztok, a Morning Show-ban János és Ferenc, szerdától meg már Balázs is. Az M1-esen egy kamion az árokban, ezt Márk írta nekünk, ha még azt hozzádobod Márk, hogy melyik irányban, tehát Győr vagy Budapest, vagy határ és Budapest, és hogy hanyas kilométernél, akkor ilyen teljesen tuti lesz. Tökéletes lesz. Egyébként mindenki nagyon óvatosan, megéltük a hétvégét, jó? Éljük túl a hetet. Mit éltek? Hát óvatosan. Nem, most a hetet éltük meg, igen. Nem péntek, és a hét. Aha, pont igen, csak azt mondtam. Nem, hogy megéltük a hétvégét, igen? És éljük túl a hetet. Igen, mert hogy most jön a hétvége, és egyébként a hétvége ja, elmúltával lesz a semmi gond. Ja, aha, jó. Mert én pont úgy mondtam volna, nincs de hát benne. Ezért szép a világ, hogy ennyi, nincs benne. Nem, így hagyjuk szerintem. El. 82-es fő Nyúl belterületén a Győrből érkezőket fényképezik, ezt pedig Szabolcstól kaptuk, és folytatódik az áradat az irányomban. Hát, azt a szeretett hullámot, amit kapok, gyerek. A népi gyógyászat minden területén. Ha gyorsan és olcsón akarod megúszni ezt a köhögéses történetet, akkor van egy vadász haverom, aki 5000-ért szívesen lelő, a 3 lábú fiú írta. Köszönöm a dicséretet, Ferikem, már megint feldobtátok a napon, mint minden reggel, üdv Janinak is, mocskos úr, ja jó, ez nem gyógymód, csak egy reakció, vegyél hashajtót, nem múlik el tőle, de nem mersz köhögni. Utolsó keretet kell venni, Ferikém, minden bajod elmúlik utána, Zoli. Hívjátok a piócás embert. Hát igen, ez klasszikus, igen, csak az majd elviszi az ünnepőt is, tudod, amire évekig gyűjtötték. Köszönjük szépen az infókat, meg a jó tanácsokat, és hát egy kicsit így revidiálni kell az előző álláspontot. Bizonyám. Mondtam, hogy itt nekünk már nem lesz helye húja, nem lesz tűzijáték, hiszen 2-1-re a hallgatók hogy... vezetnek. De nem. Nem. Mi már nem jöhetünk ki rosszul a hétből, tehát 2-1-re mi vezetünk. Mi már se veszük észre, hogy jók vagyunk. Tényleg, már úgy elsiklunk föl. Aha, igen. Ugye, hogy azt, mert ez természetes. Így van, természetes. Így van. Hát ebből is érződik, hogy mennyire fontos számukra a győzelem. Kedden Emmával játszottunk, az utolsó másodszerzem 5 másodperccel a vége előtt mondta ki a nemet. Szerdán te játszottál a teljes Mónival. Emberrel. Ja, bocsánat. Azt te minden nap játszom, Mónia. Igen, ott minden nap van játék, kihúztátok az 1 percet, úgyhogy jött oda a pont. Nem, volt az több is, Feri. A Mónival? Ja, bocsánat, igen. Tehát, én már a játékról beszélek, köszönöm. És tegnap pedig ugye Józsival játszottam én, aki elvérzett. Szóval így van a 2-1, és hogy most mi lesz, az már is kiderül. A verhetetlen.
Egyetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Satöbbi. Andi! Sziasztok! Szia! Jó reggel! Mi a helyzet Jászberény irányában? Tessék? Mi a helyzet Jászberény irányában? A forgalom teljesen jó, nincsen semmi probléma. Szuper, ez mondjuk, még ha azt tudjuk, hogy honnan mentek, az még sokat dob az infón. Jászberényből Szolnokra. Szolnokra mentek. Ja, hogy nem is a Jászberényből. Hát ha jók az információim, akkor neked ma reggel azért nincs egy ilyen nagyon nyugodt szép napod. Hát igazából nem annyira, izgulunk a párommal együtt, mert fogvatoshoz tartunk. Ajjajjajjajjaj. Párodat ül melletted? Igen. Igen, de ő csak itt... Hogy hívják őt? Kornél. Szia, Kornél. Kornél nem beszél. Ja, jó, üzeni. Ő neki van fogorvosnál dolga, vagy neked? Mind a kettőnknek sajnos. Júj, páros. Ja, te fogod le őt. Aztán cserél. Nem, sajnos mind a kettőnknek foghúzásra kell menni. Nem biztos, hogy ma kihúzzák, most csak megnézik, hogyha nem kell úgymond műteni, akkor most kihúzzák, hogyha ha most itt nem tudják, akkor társadalmi. És szerencsétek van, úgy értem a kérdést, hogy ugye nem metsző fog. Hát lehet, hogy Kornél örül le, hogyha... Hátul? A bölcsesség fogamat kellene. Ja, a bölcsesség fog. Fú, de sokkal. Nekem nagyon nagy szerencsém van a bölcsesség foggal. Nem nőtt ki. Mert hogy nektek húzzák, és nem nekem. Nem. Abból a szempontból, hogy nekem így például holdalról teljesen belenő az alsó fogsoromba, és elviekben ugye ott aznak kellene történnie, hogyha nagyon sokat nő, akkor tolni kezdi az egész fogsort. És nekem pont annyira nőtt el, hogy éppen, hogy csak eléri a legszélsőt, és úgy is maradt. Tehát itt van benne szépen beékelődve szinte vízszintesen a számban. De ki se nőtt. Akkor de kinőtt, teljesen kinőtt, de ott is maradt. De kifelé áll a két... Befelé, képzeld el, befelé, kívülről, befelé. És akkor nyelved, de néha oda szokta egy szejten darabot passzírozni, hogy de azért ő is dolgozna? Nem tud, mert akkor meg kéne, hogy fel kéne vágni az ínyit ahhoz, hogy elérjük a szejten darabba a fogalmat. De nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, és mindig, amikor hallok ilyen rémtörténeteket ezekről a bölcsességfogas kioperálásokról, meg vésésekről, akkor mindig egy picit is szerencsésnek érzem magam. Az élet más területén ez nincs meg. Andi, semmi gond nem lesz. Oda mentek, Sics, hogy megcsinálják, mehettek haza. Reméljük, igen. Feriért hozzá. Én nagyon-nagyon sok bölcsességfogat térképeztem fel annak idején. Ha érted, mire gondolok. Így van. Nyelven. Andi, drága, kit választasz a játékban? Janit választom. Annyira jó fejek vagy. Szerintem is. Én kettőt játszottam a héten, te egyet, úgyhogy így is igazságos a dolog. Itt van nálam, ne kapkodj, itt majd én mérem az időt. Na, ilyenkor ezt elmondom neked, Andi, illetve a hallgatóknak is, hogy Janiban benne van az a fajta dolog, hogy ugye ő szokta mérni az időt, tehát elkezdi keresni a stoppert, ezt most nem kell. De ne foglalkozzál majd én szólok. Kicsit nálam a menekülésnek egyik formája, hogy elkezdek egy kotrasz. Adjak egyet. Na figyeljetek akkor, 3-2-1 rajta! Na, szeretnétek kérdezni? Kérdezz nyugodtan. Kornél tud beszélni? Vagy annyira kész van, hogy... Hát igazából vele szeretnél beszélni? Hát, csak kérdeztem. Hát ha gondolod, odaadom neki a telefont. De jó, van, kérdezz egy nyugodtan. De ne. Jó, mehetünk tovább. És vajszívek okay. Vagyunk. Jó? Szeretném a kérdéseket hallani. Aha, Jászberényiek vagytok? Jól hallottam? Jászberényiek. Régóta éltek ott? Hát születésem óta. Születésed óta. És Kornéla, mióta ismeritek egymást? Két és fél éve. És mikor házasodtatok össze régen? Csak együtt élünk. Ja, együtt éltek, akkor félreértette. Így van. Aha, két jó. És fél éjt értettünk meg munkahelyen. Igazából ez egy ilyen nagyon véletlen volt. Na, itt a vége. Hát, na jó, hát. Hát gyerekek, az egyik ötöket se dicsérnélek meg. Tehát se Janit, se Andit. Andinak volt egy félig benyomott neme, de ugye nem hangzott el az utolsó hang, de egy ilyen lett belőle. Viszont azt a sebességet, amit elértetek a játékban, tehát azt a pörgést, azt a hiper űrsebességet, azt egyszerűen nem is tudom elmondani. Szinte követhetetlen volt. Igen. Andi, tekintettel arra, hogy fogorvoshoz mentek, és ma neked nem lesz jó, tiéd az ajándékcsomag! Köszönöm szépen, úristen!
köszönöm szépen. Mi van, megjött a hangunk? A játék közben nagyon csendes voltál. De már azt hittem, hogy kimondtam valamit, mert azt mondtad, hogy itt a jó, itt a vége, nem dicsért meg senkit, és azt hittem, hogy kimondtam. Hát a játékén nagyon nem tudod megdicsérni benneteket, mert az első fél percben konkrétan semmi nem történt, akkor ott neked volt egy félig kimondott nemed, amitől eltekintünk, mert jó fejek vagyunk. De és első hát... játékhoz nagyon izgultam. Jó, van semmi baj, meg a fogorvost, azt megértjük, úgyhogy 2-2-re hoztad föl a csapatot. Jó? Vigyázzatok magatokra. És Kornélnak is csővász haver, csak ne beszélj ennyit, szemasz. Sziasztok. Sziasztok, hello, hello. És mi hamarabb egy felépülés. Ezt tök egyébként, amikor a hallgatók írják meg, illetve egy konkrét hallgató megírja, hogy egész héten hogy játszottunk. Szerintem, hogy kedden Feri nyert, Zerdájani kikapott, csütörtök a Feri, és így érted? Mert ő figyeli. Hát legalább valaki figyel. Mert ő figyeli. Úgyhogy ez van, egy perc múlva lesz 7 óra, mikor jön vissza a Bali, nagyon unalmas a műsor ezzel a két száraz kimért pasival. Ez van, szerdán gyere vissza, akkor itt lesz a főnök, vidám lesz, rendszerezett így a műsor. Így van, addig meg hallgassál CD-t, vagy hallgassál bármi másodikét, ott van. Én nagyon kedvelem amúgy a Music FM-et, oda tekerját nyugodtan, és amúgy meg írd alá az SMS-t. Adjad szegény, hát így van, megosztott a véleményét, nincs ezzel semmi baj. 7 óra van, Dombóvári Istvánnal jövünk vissza. Egy perc múlva lesz 4-8, jó reggelt, szevasztok, 51-esen az M0-ás csomópont előtt busz, tehergépkocsi, személygépkocsi csat. Ez nagyon komoly, azért lehet haladni, csak lassan, paca. Sziasztok, Cserkeszőlő belterületén pedig trafi van, ezt Viki írta nekünk, úgy csinál, mint aki életében nem volt a rádióban. Annyira amatőr. Na mindegy, Egerkerecsent között a Barackosnál fotóznak. Pisti írta nekünk, köszönjük szépen. 82-es főút Nyúl belterületén a Győrből érkezőket fényképezik, ezt meg Szabolcstól kaptuk. Nekünk az elmúlt perceink már jól tertek, mert itt van a férfi, aki ondolált hajával megérkezett. Nem tudom ki, hogy elmagyarázza, ondolált ezt. Remélem, ez nem azt jelenti. Jó reggelt kívánok, remélem, ez nem azt jelenti, amire gondolok így elsőre. Nem. Mi ez a kis tincs? Elől hadd fessük le a hallgatóknak. Ez nem tincs. Hanem mi? Egyszerűen ez a hajad. A hajamba van egy hullám valamiért. Az a baj, hogy most először nem akartam lenyírni, most hagyom egy kicsit, hogy hadd nyíljön szabadjára. Aha. Most így vastag csabásítom. És hát oda azért még kéne egy-két dolog. Hát mi kellene? A szemed meg várjál, befogom tudás. Az orromat. Mit? A szemed meg az ének tudás. Már olyan kontaktlenseim vannak, hogy megőrül. Szóval a homlokot közepéről kinőtt egy tincseke, amiben van egy hullám, egy dyer. De nem annyira, ha azt mondják, hogy tincs, akkor kozsó ugrik be, ne csináld már, egyértelműsítsétek. Hát ez hát igazából több, mint nincs. Tehát, hogy ez egy tartós hullám a homlokot közepén, és meglehetősen széles. Én megmondom őszintén, nagyon úgy érzem, hogy így másodpercenken belül megölelek, mert a nagymamám jut rólad az eszembe. Nem is tudom. Övét testalkatva, vagy a haj? Is. Na, egy nagy kedvesség van. Azért, szeretünk, azért vagy itt, tudod. Azért, csak az bántják, akit szeret. De durva, hogy jellemző, csak férfiaktól kapok bókot, hát meg most tőletek. De hogy rólam a mama ugrik be, azért ez, hogy is mondjam, tehát van egy-két elfojtott traumád neked is. Erre majd szerintem később menjünk végig. Akarsz róla beszélni? Valamelyik nap olvastam az egyik újságba, hogy tehén szexet forgatott két perverz férfi, és ez volt a magyarázatban, hogy a perverzek, az idősek és a gyerekek helyett a tehenekre mentek rá. Mi az, hogy helyett? De figyelj, az lett volna normális? Igen. Hát igen, de nézd a dolognak a jó oldalát. Tehát, hogy ezek az emberek ezek tapintatosak voltak. Nem akartak, egyrészt nem akartak bajba keverni senkit, másrészt még nem akartak terhükre lenni szegény időségnek és szegény fiatal. De annyira bánt semmi se jó, mert novemberben voltam itt utoljára, az már több mint 4 hónapja, akkor tök rövid volt a hajam, akkor meg azzal jöttetek, hogy izé focilabda, meg mondtunk hogy izé, ilyet. Bizony meg, hogy biztos nem mi voltunk. Nem mi volt, te biztos nem, emlékszel. Nyilván. Ne már ne, figyelj, most meg a, sosem most meg a tartós ilyet. Hullámom zavar. Meg az ondolálás. Mi legyen fél úton? Vagy legyen olyan, mint a tiéd? Ne, ilyen ne legyen. Azért a te hajad is kapott pár érdekes közelítést. Ne legyen ilyen, mert mire neked ilyen hosszú lesz, addigra egy teljes ilyen sövénykerítés befomba. És a hajam? Hát, főleg az. Ferkém. Figyelj, végigmegyek rajta egy nullás géppel. Volt egyszer egy olyan éjszakám, egy szilveszter sok-sok évvel ezelőtt, amikor úgy ébredtem reggel, hogy oldalt nem volt hajam, de úgy, hogy én nem akartam. És nem volt teljesen szimmetrikus. Ez kinyírta le. Hát szerintem haverok. Ja, de hogyha arra sem emlékszel, hogy kicsináltam. Nem. Ez egy ilyen jó sikerült szilveszter volt, amikor még ez cél volt. Most már csak úgy összejön. Dombi, van egy nagyon fontos kérdés. A múltkor még azt mondtad, hogy te pénteken nem tudsz jönni, mert rádiózol. Mi van? Hát úgy tűnik szünetel sajnos ez a feladat. Ideje,
betegeskedik, nem tudom, valami. A rádiónak ezen részéhez én nem értek. Aha. Én csak próbáltam csinálni a szórakoztatást. Sajnos egy ideje ez betegeskedik. Nem, nem szólnak. Remélem, hogy ez helyre jön, vagy esetleg kapok egy más ajánlatot egy országos rádiótól. Hát a Kossuthon nem tudom, van-e olyan, amit tudnál csinálni. Mi az egy nagyon komoly rádió. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy van-e olyan, amit te tudnál csinálni ott. Biztos, hogy igen. Hát híreket el tudok mondani. Nem biztos, hogy érthető lesz, nem biztos, hogy... Híreket el tudok mondani? Halló? Azért erre, ha nem csapunk le. Egy jó hírszerkesztői állásra pályázol. Te várj, nem senki helyére. Aha. Megy el valaki? Nem megy el senki, csak ez a felajánlásod, hogy egy híreket azért el tudnék mondani, az nekem hát így megbizsergette az öntudatomat. Karolina megírta neked a híreket. Szerintem kezdjük innen, hogy földrengés volt Somogy megyében. De nem tudom olyan erotikusan, mint ő. Hála jó. Vagy hogy is mondjam, egészen más szálakat pendít meg. De nem az a lényeg egyébként, az információ átadás. Mondjuk nem feltétlenül arra kell utazni, hogy meg akarjanak csinálni a hallgatók. Hát lehet, hogy ő azt nem, akarja. Én akarom a hallgatókat, ez nem engem fontos, a hallgatók. Ez nem kitétel. Na. Janikám, aktív. Tehát nagyon passzív vagy ma. Földrengés volt Somogy megyében. Tegnap kora este Babócsán elmértek a Richter skála szerinti 2,6-os erősségű rengést. Olvasható a katasztrófa védelem. Na, honlapján. Igen. Jó, csak igen, hogy rosszul. Mert annyira zavar, hogy néztek. A műveletirányítási ügyeletekre ugyanakkor nem érkeztek lakossági bejelentések. Aha. Mit mondasz erre, Karolina? Én most elmegyek kávézni. Nem áll! Sok sikert. Nem érsz sehova. Sportból jó vagy, mert a feles a sporthírek lesz. Nem veszem, de ő sokkal jobb, hát imádom a hangját. Egyébként igen, mi is azt gondoljuk. Amikor először találkoztunk vele, mit is mondtam, nem is tudtam eldönteni, hogy te vagy a hangod vagy szebb. Melyik? Hogy mit mondta először? Az összes hallgatónak el kell mondani, hogy bizony, Lina nem csak hogy szép hangú, hanem egy nagyon kedves, nagyon gyönyörű. Igen. Édes jó ez van. Nem tudom, hogy ezzel milyen titkot lepleztem le. Bizony. Ezt egy országnak meg kellett tudni. Egy ország kell, fekszik, és fene tudja, mit csinál még a hangodra, úgyhogy szerintem ez jár. De nem veszem el, hogy venném át a helyét. Hát imádjuk a hangját. Nehogy azt mondjátok, hogy de nem. Mi imádjuk, csak imádjuk. Arra a nagyképű mondatra próbáltunk így reagálni, amit te mondtál, hogy hírszerkesztőnek még jó lesz. Mesélt egyébként erről a találkozásotokról, és mondta, hogy az első mondatod az volt, hogy a csizmát hagyja magám felfázni. Ráutaló magatartás. Igen, és egy csizmát én is felhúztam. Most így hívják. Na, nem, szóval aznap nem volt, hát figyelj, nem megy minden nap ugyanúgy. Hát. Na, a lényeg, ideg volt. Hogy akkor nincs rádió, és akkor ezért tudtál hozzánk jönni pénteken, mert egyébként az van, hogy az összes többi, azért voltunk bajban, mert az összes többi napot már meg tudtuk tölteni jó emberekkel, és akkor volt ez a péntek, mondom, ha a Dombi se ér el, nagy bajban leszünk. Ja, hát ez a védjegye a Ferinek, hát érted? De jó, megdicsértelek, hogy mindenki jó, érted? És már csak péntekre kellett egy jó. De te olyan burkoltan dicsérsz, hogy ki kell kódolni rendesen. Igen, hogy dolgozzál vele. Az, hogy az art aranypapírba csomagolják, az akkor is szar. De én jót mondtam, hogy mindenki jó, péntekre kellett még egy te hogy vagy vele, te ezer éve ismered? Ugye, hogy amikor elkezd dicsérni, hogy már gyanakszol? Hát ne, igen. Nem mondjad. Meg tudod, nekem ez egy viszonylag ritka élmény. Tehát, hogy én ez mindenki ritka élmény, beírom a naptárba, Feri ma megdicsért. Mert ő konstans állandóan jó. Hát most mit mondjak a Janira? Megdicsért, hallottad? Azt ennyi. Történelmi nem, illetve, igen, a jó, hát konstans olyan. Olyan, már, amilyen. Hogyha a gúnyolódáson gúnyolódunk, akkor az ugye azonos előjelű, tehát ez kilövi egymást. Jézus, így van. Betegek vagytok. Mi van a Duma Színházzal? Még arról egy mondatot, ha már így a sorsodat elemezzük. Nagyon-nagyon-nagyon frankó. A Duma Színházat hál' Istennek szeretik, pörgünk, ott vagyunk ugye a Korvin negyedben, már máshol már nem vagyunk. Aha. Nekem is van. Tehát sehol, a Sopronba se, vagy mi? Nem úgy, de Budapesten, hogyha valaki keres minket, akkor mi ott vagyunk a Korvin negyedben. Nem reklámozzuk, köszi? Nem, az egy hely. Ja, az is igaz. Nem mondtam semminek a nevét. Most hirtelen lakásokat is fognak ott eladni, bemenek a bevásárlóközpontba. Igen, ott vagyunk Alekosz lakása alatt kettővel. Hát nagy öröm lehet. Nem, aztán visszavették tőle. Nem ez a lényeg. Persze vagyunk mindenhol. Én ma például képzeljétek el, hogy fél hétkor Balassagyarmaton leszek, településeket nem reklámozok. És fél kilenckor meg Vácott, jó mondjuk, Vácottan. Vácottan? Na, úgyhogy pörög, és a Sóder Klubhoz pedig közeledünk a 100. adáshoz, az egy másik szál, de majdnem ugyanazok az emberek. Aha. És most először majd annyira számon kérik rajtunk a politikát, hogy nem igazi politikai, de lesz egy ilyen választási különkiadás majd. Ez ilyesmi
készül. Ja, hogy a nézők kérik, hogy legyen politikai vonal. Valamiért minden harmadik levél arról szól, hogy miért nem foglalkozunk a politikával. Nálunk egyetlen egy olyan ember se nagyon van, aki tényleg úgy rámenne erre. Aha. Figyelj, most őszintén, hát elméletileg demokráciában élünk, ez nem úgy van, mint a régi összekacsintós világban. Erről már beszéltünk sokszor, hogy nincs értelme ilyen rejtett, allegórikus, metaforikus dolgokat elejteni. Hát mondhatunk, amit akarunk. Meg én úgy vettem észre, hogy a politika, hogyha szórakozni akarnak az emberek, egy pici ellenérzéseket szül. Tehát most, ha elfogadjuk azt, hogy... De igen, hogyha az egyik oldalon állsz, és azt cseszegeti valaki, akkor azért haragszol, a másik oldal nyilván örül. De hogyha a másik oldalt kezdik el cseszegetni, akkor nyilván igen, azok haragszanak meg. Hát, a néző egyformán ugye fontos, és nem tudhatod, hogy amikor ott ülnek veled szembe, hogy most tényleg régen ugye ketté szakadt az ország, most három fele, vagy fene tudja? Hát sok fele. Sok fele. De az a lényeg, hogy azért rossz lenne elrontani a hangulatát valakinek azzal, van neki valami kedves képviselője. Tehát beül a kedves hölgy, aki eljött egy műsorunkra, és egy mesterházis poénán, és sértve érzi magát, és lelép. Mm. És ezért kár volt. Nincs, ha befizette, akkor már mindig kasszában van. Nem, mi úgy vagyunk vele, hogy tényleg jöjjön vissza a néző, és nagyon örülünk neki, hogy még mindig ekkora az érdeklődés, és ezen van az összes kollégám is, hogy pörögjön. Mm-hmm. És mi a helyzet a könyvvel, a nagy rossz könyvvel? Milyenek voltak a visszajelzések? Még nem akciózzák. Az jó ír, hát most már fél éve a piacon van. Nagyon zavar, hogy egy csomó boltban nem találtuk meg, és az az érzésem, hogy esélyt se kapott. Ki se vitték. Igen, nem úgy volt, hogy a nyomdából egyenest az úzdába vitték. Valaki keresett rajta egy kis pénzt ezzel. Nem, a körforgalomba vissza is mentek vele. Ja. Hát én remélem, hogy még azért rátalálnak a rossz könyvre. Tegnap már egy rendőrnek adtam ajándékba, tehát egyvevő már biztos, hogy van. Tegnap volt életem első igazoltatása, képzeljétek el. Na. És jó, mondjuk nem vezett olyan régen. Igen, a tegnap előtt kapta a jogsit. Nem, a jogsit. Kérlek, október óta van meg. Hát figyelj, egyelőre még csak a fényezők örülnek annak, hogy vezetek. Ezt mondtam múltkor, hogy tudod, milyen rossz érzés, mert mindenek neki megyek, és a bontóba már előre köszönnek. Tehát akkor már tudnak... Tombika, gyere, itt van, eltettük neked, mert tudtuk, hogy jössz a balegyét. Gyerekek, pénteken kötöttem meg a kaszkót, és hétfőn már koccantam. Hát azért ez nem egy sikertörténet, lássuk. Hát az nem. Az a rohadt garázsajtó nem akarta arrébb menni. Én nem születtem el, nem vagyok egy Knight Rider, de annyira próbálkozom. Te nagyon szűk a garázs kijáratod? Nem, megvan az, hogy mikor kellett volna a kormányt elfordítani. Egyébként ilyen tükörtől tükörig. Ezt nem tanítják. De mit? Hát látod, hogy ott van az a rohadt garázs ajtó, ha elfordulsz, nem? Figyelj, nagy gáz volt. Nem, egy pici hiányzott csak. Hát tudod, hogy ez ilyen pár milliméteren múlik az egész. Tudod, mi történik, hogyha egy kocsiból lehúzzák a festéket hátul, az egy 500 000. Aha, igen, körülbelül. Hát ha olyan drága autót vett. Ilyesmire való a kaszkó. Hát de neki megy, érted, ma is felép két helyen. Erre való a kaszkó. Az egyik bolosodjóra volt. Na, és milyen volt az igazoltatás? Parásztál? Művészurazás volt? Rendőrök, vagy fölismertek, azt mondja, hogy jól van, mennyi? Azt nem tudom elképzelni, nem tudom. Igazából nagyon kedvesek, nagyon rendesek voltak, egy hölgy és egy úr. Igen. Hiszen még igazoltatni fognak. Nem az, megmondom őszintén, szerintem nem ismertek meg, bár a könyvet mondod, hogy jó napot kívánok, hat házi úr. Na, hova lesz? Hova? Hakni. Innen már tudhattam volna. Nem. Azon képedtek el leginkább, hogy mennyire... milyen ez a hullám a homlokon. Azzal nem tudtak mit kezdeni. Nem magam egy hónap van olyan ékos. Ezzel így el tudtunk volna biztos beszélgetni. Biztos dicsérni fogják. Képzeld el, hogy tehát azon akadtak ki, hogy milyen újak a papírok. Tehát, hogy egy 36 éves emberből már, vagy még nem nézték ki, hogy nem újak a papírok. Hát mert most kaptam igen. Meg ezért. Hát az van egy tok, az még 20 év múlva is újnak tűnik. Hát azért az látszik, hogy ott nem, egy kicsit megsárgult, meggyűrődött. A jogosítvány az most kártyaformátumú. Szóval annak nincs ez papírja. Vegyük le a mókust. Hall, izzókészt. Na van-e magára? Nagyon rendesek voltak, megkértek, hogy azért majd ne nagyon... Hogy most mondjuk, a humor showban majd ez ne legyen már benne. Imádom, hogy saját kifejezéseik humor vannak. Humor show. És adtam ajándékba. Annyira boldog voltam, hogy nem kaptam büntetést, mondjuk senkit nem veszélyeztettem. Aha. Csak próbáltam egy kamion mögül kijönni, nem sikerült. Gyerekek, hát... És a kamionnal mi lett? Nem tudom, néztem a híradót, de nem láttam benne semmi problémát. Ja, tehát csináltál azért valamit, és ezért állítottak meg. Megérintettem egy úgynevezett záróvonalat. Kerékkel. Így ezt a kifejezést használták, hogy megérintettem a záróvonalat. Érdekes, ez nem igaz, mert én ott ültem a kocsiba végig, tehát nem nyúltam hozzá. Tehát ezt azért nem. De próbáltál igazodni hozzájuk, hogy okoztam esetleg némi fennforgás vezetés technikailag, uram? Ja, vannak ezek a, igen, ez a, nem, valójában nem veszélyeztettem a közlekedés biztonságot. Ez egy jó szándékú valami volt.
picit az probléma, hogy a száguldás és a technikai előzésen nem nagyon tudunk különbséget tenni. Aha. És tudod, amikor a kamion dobálja rád a sarat, a piszkot, akkor kijössz mögőle, megpróbálod. És hogy is mondja, ott voltak pont szembe. És, de betartom a sebességkorlátozásokat. Azt mondták nekem az ismerősök, hogy akkor válik az ember férfivá, amikor megkapja az első gyorshajtási csekkét. Jelentem, megtörtént. De érdekes. Már megvolt. Rögtön az első héten. Én ugyanezt a sztorit hallottam kocsisorral. Mivel? Hát, hogy ott válik az ember férfivá, de hát kinek mi? Úgy érzettem, hogy kocsis orral. Hogy mitől válik az ember férfivá? Igen, mikor először kimész a kocsisorra. Vagy a párt kivisz. Ja! Hát nézd, nálunk nem volt autó a családban, tehát mi magis a buszsorra mentünk volna. Gyalog mégiscsak szarott állni, mert akkor még összekevernek. Azért a Rákóczi térnek az emléke megmaradt. Mert hiába van ott 4-es metró megálló, azért oda szaladnak hozzád ezek a gyönyörű mediterrán bombázók, tehát azzal a hiányos fogazattal. Mediterrán. Oda jött az egyik, ezt a mondatot imádom. Azt mondja, hova mész, miért nem jössz? Ezt mondta nekem egy helyen. Mentél? Nem, hiszen már nem, azt kérdezte, felé. Hogy ráérek-e, és elgondolkoztam, hogy szereljen fel a kis polcot a fürdőszobába, vagy hogy mi közel, a fel. Közel most már rá. Ott még megy ez a kontaktó, tehát ott még... Hát. Nincsenek már Rákóczi téren. Hát a környéken azért nem tudom, én nem nagyon, én is csak villamosra utazom át mostanában, de a szép lemikű fiatalkoromban mi azért jártunk ide, aki mármint nézelődni, meg így csekkolgatni a dolgokat, meg hát ott a környező utcákban is. Persze, voltak hát gyerekek, szép számmal a lányok. Mi falun, ugye erről mi lemaradtunk. Tehát nálunk itt máshogy működött a dolog. Itt nem volt ajánlószelvény. Csak a kecske. Nem, ez egyáltalán nem. Tehát csirkék, ami jön. Nem, figyelj. Aha. Amikor először voltam Pesten, engem is érdekelt. Azért megmaradtám ez az emberek fejébe, ez a Rákóczi tér analógia. És tudni nem a 4-es metró ugrik be, de biztos, hogy a 4-es metró majd hoz magával egy újfajta vonalat. Tehát, ha jól tudom, most már ugye nem az utcán megy ez a leszkolítgatás, hanem jellemzően ez inkább ilyen ingatlanon belül történik, nem? Például a felénk általában a Méta utcáznak. Én még ugyan a Méta utcán nem láttam egyetlen lányt sem, mondjuk olyan késő órákban nem szoktam már kisétálni oda, de ahogy nálunk például ezt szokták mondani. Nappal nem dolgoznak? Nem, én nem mehetek el otthonról. Igen, nem azért engedik ezek, el. Ezek az új élmények, hogy mióta autóval járok, hogy főutak mentén ott vannak ezek a... Nekem mindig örülnek azok a lányok, és te visszaintegetsz és tovább mész. Nem, azt kell? De ezt nem tanítják az autóvezető. Rendes férfi ember vagy, azt kell. Na, ennyit most már a ledér lányokról, jó, ezen korra reggeli. Hát osztam föl, de szerintem... Én kanyarodtam a Rákóczi tér felé. Én? Nem, a busz kanyarodott arra. Én kanyarodtam? Hát te kezdted el mondani. Arról jöttem. Tudod, milyen nehéz ott megoldani, hogy az Üllői út egyik végéről átjussak a másikba? Hát nektek ez már ott van a véletekben. De viszont a Rákosenyi a Lőrinci útnál ott mindig szoktak állni. Valad, én még az autóba keresem a leszállási jelzőt, most is az ajtón. Na figyeljetek, gyorsan mondok egy témaindító kis hírecskét, ez egy hirdetés lesz. Jó, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan működik. Aktuális a dolog. Még? Igen, tisztelt albérlők, keresők. Így szól, de most pontosan olvasom. Tisztelt albérlők, keresők. Ez elütés. Jó. Kiadnám hosszú távra új galériámat társbérlőként. Keresem olyan személyt, aki tiszta, józan életű. Munkája kocsia legyen. Néha el tudjunk menni valahova nyaralni. 40-60 éves közötti férfi társbérlőmet keresem, 40 ezer az albérlet plusz egy hónap kaució. Ebbe benne van a rezsi is. Kérem, akit érdekel, hívjon, köszönöm. Magamról annyit, szeretem a tisztaságot és mosolygós vagyok. A lényeg benne volt, így, nem? Egy hölgy adta föl ezt a hirdetést. Tehát a lényeg benne van, nem tudjuk pontosan mit keres, tehát örök életére társadalom, vagy tényleg egy férfi albérlőt, akivel egyébként még alakulhat bármi más is, ugye? Persze, van. És hát érződik egy kicsit a hirdetésnek a szövegéből, hogy itt azért voltak problémák a tisztaság terén már korábban. Mert ezt többször is kihangsúlyozza, tehát hogy lehet, hogy ott már volt egy kőjárazia. Hát lehet, hogy igen, valaki az előző lakó azért hagyott ott mély. De ez az a hölgy, aki képen van? Ő az, igen. Azért hogy is mondjam? Nem, csak illusztráció, nem találtunk képet. Hát 40-60 közötti férfit keres. Hát most én úgy nézem, hogy inkább a 60-at kell megcélozni. Tehát el lehessen menni nyaralni valahová, lassan alanyi jogon jár. Hát mehetnek az aranyotthonok. Ja, az van, hogy a nyomtatónkból kezd kifogyni a izé patron. De nem attól lett ronda ez a hölgy. Nem? Egyébként a szöveg olyan, mint egy szoftver fordította volna. Google Translate. Mint a DVD játékos. A kérdés viszont az, hogy és gyűjtsétek ti is, meg a hallgatók is azon élményeket, amikor ha volt ilyen, hogy főbérlővel laktatok együtt. Tehát nem tudtál egy egész lakást kibérelni, és kvázi szobáztatásra mentél oda, x összegért. Az nem az a szobáztatás. Jó, az nem, az nyilván. Az megint visszakanyarodtunk. Igen, megint oda tereli. Nem én terelem, te mész arra. Hallod, laktam a véletbe, és volt egy ilyen, amikor vannak olyan házak még, ahol a házmester ott lakik.
Mert általában most már ilyen társasház kezelő. Igen, és ez egy ilyen idősebb néni volt, és olyan furán nézett rám, mindig olyan, hogy jó nap volt, hello. És ez, tehát valódi rettegés volt bennem, úgy hidd el. Istike, be tud jönni 11 után, ha... Úgy hidd el, hogy akárhányszor én zörögtem a kulcssal, mindig ott volt valahogy. Tehát én nem tudom, lehet, hogy összekötetésben volt, és emlékszem rá, hogy mindig áthívott ebéden, és sosem mentem. Aha. Volt egyszer egy ilyen, hogy, mondom, de jó illat van, tudod, udvariasak azt, azt mondja, lecsót főztem. Tudod, ez egy rossz fajta beszélgetés. És ahogy ő mondta azt a lecsót. Azt mondta, hogy nem jön át hozzám egy tányérra. Mondom, nem bírom a rist, nem szeretem azt, hogy a tojásot. Annyira fel volt készülve mindenre. Madár, te is van jó, kemény, habbal, fiatal. Hát ott nem nagyon lett volna, ha csak le nem ugrik érte. SMS szám 0-76-45-0-0-0-0 a legaberráltabb, a leghülyébb, a legnem tudom milyenebb főbérlőt keressük. Tehát a hallgatók közül, aki valaha lakott albérletben, úgyhogy ott volt a főbérlő is, a Dombibe is költözik, úgyhogy írhattuk nekünk, plusz ezen a számon lehet jelentkezni az Óven bácsi Beru nénire. 7:58, jövünk a hírek után. Pontosan 3:80 Sóskút és Biatorbágy között halálos baleset van, lezárták az utat, még néhány órát igénybe vesz a helyszínen és MS-e küldte, sajnos rossz hírbe köszönjük, és belterületén mérnek egy fehér Seatból, M0-as Dunaharaszti felé bedugult kisterhes személyautó találkozott az út közepén, a Jedlikányos utca járható, ezt gondolom menekülő útnak írt a Gyuri, köszönjük szépen, Dobóvár István! Hey! És hogyha a kedves adatai nektek is bejön a Pistának a hajában a hullám, akkor a fotóra a Facebookon like! Sőt, az én Facebook oldalamat is lájkolhatnátok. Van Facebook oldal? Van Facebook oldalam, már majdnem 100 000, már majdnem 100 000 vagyunk rajta. Igen, ez úgy hívják, lájkoldulás. Úgy hívják? Aha. Nem szeretem, nem szeretem az ilyen szóvegyítéseket, hogy egyik fele angol, a másik meg nem. És 100 000 vannak már fent. 94 000. Figyelj, ez nagyon komoly. Nagyon jó. Mibe kerül ez? Jó, hát sok év. Ja, sok év. Sok év. Mibe kerül ez? János, nem vásárolható meg az emberek szeretete pénzét. Aha, jártok. Ez természetesen belőlük fakad. Mert hogy a Facebookon jártam a keltem, azt tapasztalom, hogy vannak olyan nagyon népszerű előadók, például akik hogy hetente 10-15 000 új rajongót utaznak magukénak, nagyon fura. Hogy akkor ez a szeretet. Tehát, hogy egyik ember a másiknak adja a hírét, hogy aj, mennyire jó, hallottad az új számát? Gyorsan like. Ez valami olyasmi lehet egyébként, hogy a fiatal jóképű énekesek, való világ lakók, tehát jellemzően ugye én szerintem még mindig az ilyen 20 év alattiak nyomkodják állandóan ezt a Facebookot. Aha. És ők belájkolnak, ez is egy kifejezés, nem tudom, mint a bevállalni. Hogy ők nyomkodják folyamatosan, és jellemzően inkább az ilyen hirtelen népszerűvé váló embereknek lesz hirtelen, amit te mondtál, ilyen hetente 10-15 000 rajongója. Tehát nem egy ügyeskező operátor oldja meg a dolgot egy kisebb összegért. Én azt hiszem, hogy ezt nem lehet. Ez a Facebook, ez kinőtte magát egy olyan valami vé, hogy ez nem engedheti azt magának, hogy be lehessen nyúlni. Nem tudom, hát én is, Amerikához én is. Lehet hirdetni. Tehát én is szoktam olyan, hogy... Nagyon ez a tudatlanság. Amiben élsz. Mire gondolsz? A like gyűjtéssel kapcsolatosan. Mire? Nem értem. Hogy lehet vásárolni like-ot? Ja, lehet vásárolni like-ot. Ja, láttam egy ilyet, hogy 160 000-é lehet venni 1000 like-ot, meg ilyesmi. Ja, erre gondolsz? De az nem trükk, hanem valami reklámcélra felhasználják az oldalat, továbbadják, az valami logikus továbbfejlesztett like. Valami. Az egy logikus like. De na, azt nem van. Úgy kell elképzelni, hogy átütik hirtelen, és reggel arra ébredsz, hogy kétszer annyian vannak. Jó, értjük, mert a 100 000 szeretek, nem veted a felét. Na, menjünk tovább a témára. Nem, ennek nagyon-nagyon az a lényege, hogy lehet, hogy hetente csak 100-zal vannak többen, de ezek az olvasók mindig ott vannak az oldalon. Van még egy ilyen viszonyszám, ez a beszélnek erről, ott látod a lájkok mellett, és az az igazi értéke az oldalnak. Tehát, hogyha te kiraksz valamit, ami szerinted vicces, vagy érdekes, vagy akármi, hogy arról hányan... Onnan látod, igen, hogy mennyire pörög, mennyien osztják meg, vicces képeket, mennyien szólnak hozzá. Vannak ilyen sok százezres oldalak, amik döglöttek. Aha. Tehát nem, az, hogy hányan lájkolnak egy oldalt, az önmagában nem érték. De az jó egyébként, ez is szeretetnek az egyik megnyilvánulása, de nyilván jobban örülni annak, hogy mondjuk négyesével megvennének egy nagy rossz könyvet, nem? Az is nagyon jó lenne, de bármelyik önálló estemre is kaphatók a jegyek. Az oldalamon megtaláljátok a linkeket. Egy albérlet hirdetésből indultunk ki az első témánkkal. Ugye egy hölgy keresett albérlőt, már saját magához, ő mint főbérlő szerepel, 40-60 éves férfit keres, vagy hát e között 40 000 forintért, de az a lényeg, hogy néha azért menjenek el nyaralni, legyen munkája és kocsia a pasinak. Tehát, hogy így szól a dolog. Itt van egyébként egy másik hirdetés. Sziasztok, Szegeden keresek albit, fizetni egy jelképes összeget, gondoltam a többi szexuális úton. Hát? Egy szerződésbe foglalt időközönként
így és úgy lerendezném a tulajt, és így mindenki jól jár. Hát ez tök korrekt egyébként, mert ez egy nagyon direkt formája, ugye a jelzéseknek. Ez nem olyan, hogy izét, hogy főztem, lecsó. Meg ott nem villanyóra leolvasás van, hanem 500 köbméter, ugye tudja ez mit jelent? Fene tudja. Dehogy nem, hát mondja, tudnád az 500. Figyelj, most úgyis ez jó, ez jó, ez korrekt? Gyerekek, ez szerintem korrekt, ez hogy teljesen mond... korrekt. Tehát, hogy te tényleg leírod, figyelj, hát figyelj, az van, hogy nyújtok érte ezt, azt nem tudok sokat fizetni, de ha lehet, minek húzzák, halasszák itt a dolgokat, minek kerülgessék a kását. Tudtok ti ennél környezetbarátabb rezsicsökkentés? Most őszintén. Nem. Teljesen rendben van. Minden számlát. Mondhatjuk, hogy ez egy nagy szívás. Figyeljetek, ha fiatal emberekről van szó, meg hát nyilván középkorokról, meg idősebbekről is, azért ez mindig benne van a levegőben. Én nagyon irigyeltem valakit, én az egyik barátomat, aki most is a legjobb barátaim közé tartozik, amiért volt egy kis szobácskája, amit ki tudott adni, és rendszeresen valahogy úgy alakult, hogy én nem tudom miért, mert nyilván azért, mert ő volt a főből, és így választott, de mindig valahogy nagyon formás, nagyon csinos, nagyon helyes lányok vették ki ezeket a szobákat, akik aztán hogy nem, érte. Tehát, hogy valahogy az életük így keresztezte a másikét. De ami után keresztezte, akkor még mindig ugyanannyit fizettek, mint előtte? Tehát az volt, hogy 10 000 egy szoba plusz a rezsi. Feri, én nem szoktam turkálni a barátaim zsebébe. De igen. Nem tudom, lehet. Az ilyen kereszteztük egymás útját, ebből nagyon sok türelmetlen óra van a nemi beteg gondozóban állítva. Ja. Rengeteg eltépett sorszám. De az úgy van, hogy főbérlő vagy, meg van egy albérlőt, hogy kimentek egyszerre a hűtőszekrényhez, és akkor ott egyszer csak összesimiztek? Persze, egyszerűen nyúltak be a majonézért, és összeér fél útra a kezed. És ha már összeért, akkor már majonéz is van, akkor legyen hát így kézzelni, akkor már nyomjátok a tubust. Akkor láttalak meg először, amikor a penészes sajtot kidobtad. Igen. Valamon az a klasszikus, amikor behajol véletlenül a főbérlő. Kacsincs rám, ha te is szeretnéd, és most ki a kádat magad után, mert megint tele van hajja. Az megvan az a kis kedves vicc, akkor behajol a főbérlő, és visszanéz, és ott van a főbérlő hölgy, behajol, és ott van mögötte a fiatal srác, mint albérlője, és így visszakérdez a nő, hogy ugye nem látta meg a pincsikémet? És mondja a srác, hogy amit én láttam, az egy Bernát hegy. Itt is valami hasonló lehet. Nagyon sokan írtatok már a témában, hogy mit kért tőletek a főbérlő, amit aztán sikerült is megvart. Igen, 2,5 évig laktam, és az előbbi sztorihoz, hogy ahogy lehet, hogy ez ugyanaz a fiú, akiről te beszéltél, János. Én 2,5 évig laktam egy albérletben, amiből csak az első hónap volt albérlet, aztán összejöttünk, és a kaucióból mentünk nyaralni. Nem vagyok benne biztos, hogy minden lány, akit levartak, az én barátom hálójába került bele, de lehet éppessége. El lehet menni nyaralni, mit tudom én, Soroksárra is, hát nincs az a baj. Hát ha kicsi a Soroksár kaució, akkor csak odáig. Írtam úgy, hogy külföld? Tehát írt nem, a nyaralás? Nem, ezt nem írt, de igazad van. A mi főbérlőnk kocsibejárót csináltatott velünk, majd betonvirágládát húzott elé, hogy be ne állhassunk az udvarra. Visszalopta az albi szerződésünk, és viperának hívott, Kriszta ezt írja. Na ez gyönyörű. Ez gyönyörű. Tehát itt ez igazi baráti kapcsolat az albérlő és a főbérlő között. Itt volt egy kulturált távolságtartás. Túl a barátságon. Én is nézegetem itt. Jó, nézed, albérlő vagyok, banki a lakás állandóan szoklaknak. Hát annál nagyobb szexuális közeledés nincsen tényleg, amikor jönnek a behajtók. Jó, odáig nem akarok eljutni. Kérlek. Ne, az már tényleg. Én pont ezért félek a reinkarnációtól is, mert attól félek, hogy a devizai hitelt át lehet vinni a következő életre. De figyelj, ezt úgy megoldják. A reinkarnációban az ember a legritkább esetben születik újjá, ugyanúgy, mint amilyen volt korábban. Én is ebben reménykedem. Így van, cseszd el ezt a mostanit minél jobban, és akkor biztos lesz benne, hogy a következő szenzáció. Én egy jófajta levéltetű életre gondoltam, tehát ott, neki minek a hitel? De mit vinnél magaddal tovább, a Dallért? Az egy az egybe. Mit vinnék? Hát a csodálatos szellemiséget. De nem választhatjuk ki, hogy mit viszünk, nem? A reinkarnáció az egy önmagába visszahajló buta elmélet, mert ha nem emlékszel semmire a következőből, akkor mi értelme van annak, hogy újra? Tehát, érted? Mint hogy egy nagy reset gomb lenne rajtad, amit megnyomnak és elszáll minden. Így mi értelme van? Tehát egy upgrade-elt élet az egy új élet. Na, az albérlet témáról beszélgettünk, igen. A szexről, meg a reinkarnációról. Azt gondolom, hogy rendbe is tettük ezzel a témát. 7 percen 8 előtt jöjjön Óven bácsi és Beru néni. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Attila, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Szevasz, azt írtad nekünk, hogy ma vagy 30 éves. Hát majdnem. Az mit jelent? Most vagy 29? Majdnem ma. Majdnem vagy, majdnem 30. Majdnem ma. Egyébként február 29-én születtem én 30 évvel ezelőtt, és ugyebár február 29-e nincsen, csak 4 évente. Akkor hány éves vagy-e szerint? Én most 7 és fél.
Jaj, mint a kutyáknál. Attika. Csukjé, ülj az ölembe. De olyan felnőttesen kommunikálsz. Hát igen, kincsem. Tudjátok. Zavart okozott ez a te életedben, vagy föl tudtad dolgozni, hogy csak 4 évente ünnepelnek? Gyerekkoromban még azért fura volt, tehát mindig azért, hogy jaj, most hogy lesz ajándék, de mindig megkaptam, most pedig felnőtt koromban már jó pofa, mert mindenki megkérdezi, és akkor te most hány éves vagy, tehát ezt már megszoktam. És 4-szer kapsz így 4 évente, vagy 4 év alatt 4-szer kapsz, vagy pedig 1-szer kapsz egy rohadt nagyot? Hát mindig kicsit, de amikor 29-e van, akkor azt nagyon megszeretem ünnepelni, és akkor mindenkinek azt mondom, hogy na most akkor pótoljuk az elmúlt 4 évet. Attila, honnan hívsz bennünket? Budapestről. Meló, munkahely, vagy még otthon? Nem, már a Szabit vettem ki, mert mondom, hogy ma nem dolgozok. Ez nekem ilyen alapszabály, hogy amikor születésnapom lenne, vagy születésnapom van, akkor nem dolgozok. Akkor nincs meló, ez tök jó. Ezt vezessük be mi is. Ez egy nagyon szép ajándék. Az enyém most vasárnapra esik. Én is kiveszek egy nap Szabit. Tökéletes. De látjátok, én ilyenkor 2 napig is ki tudok venni Szabit, de még szombaton nem dolgozom. És ráadásul ketyeg az alapbéred, úgyhogy tök jó jársz vele. Ennyi. Na, megmutatjuk neked, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Azt hiszem trabantoznak. Mi is azt hiszük. Ennyi, ez egy legendás hang. Itt ebből nem lehet semmi másra gondolni, és van egyébként olyan kollégád, aki ebből a hangból karriert épített magát. Így van, egy teljes életművet. De ő már egyébként mindenféle belső égésű dolgot tud, sőt, igen? Már átment az elektromos cuccokra. Kávédaráló. Kávédaráló és fogászati fúró, azt tudod mennyire gáz? De mindent tud. A másik, a mi Balázsunk, az még a nyálelszívót tudja, de zseniálisan. Attila, mutatjuk akkor a dalt. Figyelek. Fú, tudom, megvan egyébként csak. Na, mondd, kell, sokat segít nekünk. Köszi. Még egyszer hagyj halljam, légy szíves. Megtapsolnám az éneklést, csak ez még kevés. Előadó vagy dalcím kéne. Mutatunk egy hosszabbat, Attila, jó? Sapka ugrott. Na? Hát, srácok. Igen, nem vagy beljebb. Egy cipővel járunk, nekem sincsen fogalma se, hogy mi ez. Egyébként megvan a dallam a fejemben, csak nem, most tényleg nem ugrik be. Tehát az, amikor lejátszottad. Az pedig. Na figyelj, akkor megmutatjuk, hogy mi ez. Oh. Csak időkérdése volt. Aha. Ugye? Hát igen, ez a 30 évvel ezelőtti legalább. Bizony. Black Celebration album. Miért nézel így rám? A jó Depeche Mode, tehát megvolt a fejben, neked, de nem jutott eszedbe se a dalcím. Fejben azon a dallam az egyből megvolt, de nem jutott eszembe egy Depeche Mode, sajnos. Jó van, nem baj, Attila, boldog születésnapot azért, de függetlenül. Köszönöm. Boldog születésnapot! Köszönöm szépen, srácok! Dombi egy kicsit utána dobta, de jó volt. Köszönjük, neked jó pihenés, szevasz! Köszönöm meg. 2 perc múlva lesz, 8 óra jövünk vissza a hírek után. 10 perc elmúltán, 8 óra, jó reggelt. Szevasztok, János, Ferenc és Dombi, így áll össze a ma reggeli hármas. A taps neked szól. Köszönöm szépen, mindig jó hazajönni. Így van. Mindig halljátok, hogy akkor felveszi a fülesét a Dombi, mert mindig van egy kis interferencia. Hát, régi öreg. Tök jó, mert igen, régi öreg róka. Ide beültetnek, és akkor ilyen kollégák profinak érezhetik magukat. Direkt így, ilyen rontok dolgokat, hogy érezhessék, hogy nekik egy már... Egy tündér vagy, ő már fel tudja venni a fejhallgatóját. Baleset a Bocskai úton a város felé a Kosztolányi Dezső térnél, Nagyszőlős utca beállt, üdv Gabesz, Heves és az M3-as között a 60-as táblánál mérnek a 31-es úton, szép napot. Csoki Robinak. Van Robink? Nem, de ez nem a nincs, mi Robink. Nincs. A 6 trafi Vekerle, Zalaegerszeg utca, M5 Dabasi lehajtónál Szeged felé. Trafi, ezt pedig Pimpikétől kaptuk. Köszönjük szépen. 0-6-76-45-00-00-00 az SMS számot. Ezt az albértes témát most szerintem lezárhatjuk, és egy teljesen éles váltással, egészen más dologról fogunk, egy rendhagyó futóversenyről, egy sporteseményről fogunk egy picit beszélgetni. Otthon vagyunk mi, Dombi, futóverseny, azért meg vagyunk. Mi, hát futok? Ő szokott? Mi? Ultra balatonista vagyok. Be akartál szólni? Egyébként tényleg. Ne, csak kérdez. Csak tartalékol.
nem akar magával vinni mindenféle ízotonias italokat, műzli szeleteket, így viszi magával. Tavaly 20 kilométert vállaltam egyben, idén pedig 25-öt fogok. Te sztereotípiákban élsz. Ja, egyébként nem magamból indulok, nem mindenki... ezt a testet megmozdítani nem tudtam. Nem gondoltam, akkor te is így állsz vele. Nem minden maratonfutó Dustin Hoffman. Ne haragudj, új, de te nyom kellene, szóval... hogy felkészületlen vagyok a vendégből. Semmi gond, ez. Én meg a fülhallgatóból látod. Szóval abszolút albérlet, futás és katonák, ez nekem mind. Nézd meg, pont a katonaképeimet nézegetjük, az vagyok én ott, sorkatonaságért. Mutogatom a srácoknak. Aki rettenetes, hogy egyébként érdemes megnézni a domnak, a isteni katonaképeket láttam. Nem hiszitek el, hogyha ha valaki első ránézésre abból a csoportképből megmondja, hogy melyik a dombi, az kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Zseniális. A másikon be vagyok jelölve egy nyíllal, tehát hogy könnyű. És tök érdekes, hogy azért... akkor még nem volt egy ilyen hullám a hajadban, mint most. Ha a hullám tetszik, akkor a Facebook oldalunkon like. Érezd a hullám frissító erejét. Na, de térjük vissza akkor a témához, tehát lesz egy olyan futóversenyünk, amin én részt fogok venni. Nagyon szépen köszönöm ezúton is a meghívást, mert többször beszéltem róla. Rendhagyó lesz a futóverseny annyiban, hogy a futásra teljesen alkalmatlan ruhában fogunk futni, mert hogy egy tűzszerész védőfelszerelést fogunk magunkra akasztani, és ez az én esetemben mondjuk egy nagyon mókás dolog lesz, mert 60 kiló vagyok, és ez a védőfelszerelés ez közel 40 kiló. És így kell majd gyakorlatilag egy váltófutást alakítani, és ennek kapcsán hívtuk meg ide az MH1-es számú honvéd tűzszerész és hadialjós ezrettől Várkonyi Melinda a főhadnagyot. Jó reggelt! Mészáros Zoltán főtörzsölmestert és Gyarmati Norbert tízeves. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Sziasztok! És hát hoztatok nekünk egy kis ajándékot, pontosabban nem mindannyiunknak. Nekem ugye már nem kell, mert én már kaptam egy kis ízelítőt például tegnap. Igen. Egy éles főpróbán dombira nem találtunk megfelelő méretet, úgyhogy hoztunk Ferinek. Vágni a hátát. Ferinek, de most azért, mert te vagy az a kaliber, az a méret, az a testalkat, ami megfelel mondjuk például a díszelgőinknek. Az a balek. Az a hülye, mi, akit be lehet erre öltöztetni. Még múltkor Speed Fitnessre engem öltöztettetek. Hát azóta igen, és most kieséses alapon. Én ugye részt veszek az eseményben, Dombi a múltkor meg lett szivatva, keményen, úgyhogy gondolom. Ugye most én jövök. Melinda, miért csináljátok ezt? Tehát, hogy miért kell 400 métert futni? Mi az üzenet benne? Igazából nem ez a 400 méteres váltófutás az elsődleges. Az alapötlet az egy Guinness rekord, ami már egy létező Guinness rekord. Az amerikai hadseregben rendszeresen állítanak fel a katonák rekordokat, amikor is egy mérföldet futnak ebben a bizonyos EOD-9-es nevezetű nehéz bomba ruhában. A jelenlegi Guinness rekord az 8 perc 30 másodperc, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt a hihetetlen számot mi is szeretnénk megdönteni. Nagyon remélem, hogy ez így is lesz. Tehát ugye mi tűzszerészeink is megpróbálják ezt a Guinness rekordot megfutni. Fia, ugye két férfi állat itt áll mögöttem karba tett kézzel, azért szerintem van egy ilyen potenciál. Hát ugye kettőjük közül Zoli fog vállalkozni arra, hogy ezt a rekordot megdönti. Mondjuk annak ellenére, hogy azért valójában őszintén egy futó tűzszerész az nem túl jó omen. Igen, mert általában elfelé szoktatok nyilván. Százezredes úr, Zoltán, magát én nevezem, így mert én ezekhez nem értek, ami a gallérotokon van, majd a Jani mondja. A főtörzs lépjen közelebb. Főtörzsőmesen legyen kedves, lépjen közelebb, majd mindjárt Mészáros úr maga elé tartom a mikrofont, és akkor abba beszélhet. Hogy lehet erre edzeni, vagy egyáltalán kell, vagy a te mindennapjaid úgy néznek ki, hogy egyébként is ezt ugye magadra kell szedned, kell benne dolgoznod, tehát megvan a kondi, vagy edzel valahogy. Muszáj rá készülni, hiszen ez egy nem mindennapi teljesítmény. Alapban én csak egy sima futó vagyok. Aha, sima futó, bocsánat, hogy szabadba vágok, hétvégén megy egy 65 kilométeres terepfutásra. Oh, tehát a sima futók általában ilyeneket szoktak abszolút. Mintha ránőne egy sziámiker körülbelül olyan. De nem ebbe a ruhába fogom egyenlőre. Hát annyi, hogy törzsizmot, vázizmot kell megerősíteni, nagyon hasizmot és a combot. És sokat kell mosolyogni. Igen. De kvázi majdnem bagatell, azt mondja, felrakom, rizom egy kis, megyek velem, meg másom. Hallod, én nekem az durva volt nézni, hogy előszedik a táskából. Én abba beleizzadtam. Úgyhogy edzünk rá keményen. Aztán most jönnek már a gyorsító edzések. Eddig meg volt a vázizom erősítés, most megjöhetnek a sprint, súlymellényes sprint edzések, hát nem egy olyan, amit az atlétikai pályán látsz. Aha. Rágyúrunk ennél. Volt már olyan, hogy futni kellett meló közben? Amit a Jani mondott az előbb, hogy az ugye sose jó jel, ha egy ilyen tűzszerész embert látsz futni, akkor te is menekülj. Hál' Istennek nem. Én amúgy is főleg kutyával dolgoztam, ő előre futottam egy pásztor a kutya elől, de hát az más kérdés. De olyan jó, hogy a Zoli látod, milyen kedélyes, egy nyugodt ember. Ez el tudod képzelni, piros drót legyen. Kész. Milyen napra ébredünk. Annyira jó, tehát nincs rosszabb egy ideges tűzszerésznél, nem? Az biztos. Biztosan kapkod. Mosolyog, kedves vidám, zseniális. De azt mondtad, hogy ez sztereotípia, ez a piros drót.
drót, meg kék drót. Nem piros a piros drót, amúgy? De piros. Vagy mindegyik piros, vagy mindegyik kék. Tehát, hogyha ilyen egyszerű lenne, szokták mondani a tűzszerészek, akkor nagyon egyszerű lenne a tűzszerészeknek is a feladata. Nem. Tehát nincsenek szinkódolva a kábelek? Nincsenek szinkódolva. Igen, és nincs ráír, hogy ezt vágd el. Nincs perforálva az a rész? Akkor honnan tudod tényleg, melyiket kell? Megkeresed a... Ezért tanulnak a fiúk, ezért minden évben újra és újra vizsgáznak. Igen, tehát ezt meg kell tanulni. Ők van amúgy ilyen szimuláció, hogy mondjuk egy ilyen egy szimulált bomba, hogy el kell vágni, és akkor tényleg eláll a ketyegés, vagy ilyesmi? Nincs? Nem. Hát mi Magyarország területén főleg a háborúból visszamaradt eszközöket szedjük össze. Az minden mély garázs alatt, ugye mindig előkerül valahogy bomba. Az ágyi tevékenység a rendőrök feladata. Amilyen? És mi hát ez az improvizált rombadó testek felszedése. De mi volt a rövidítés? ID. Én is ID-t értettem. És mi ezt Afganisztánban hajtottuk végre. Igen, külföldi missziókban. Igen. Ezek szerint sikerrel. Igen, hát mert itt vannak, hála jó Istennek. Igen, mentesítenek el szabálytalanul tárolt propánbután palackokat is. Mennyi idő fölvenni ilyen szettet? Belekezdjek? Egy 10 perc alatt. Igen, így végignézett rajtam megvetően a 100 000-es, hogy hát neked egy 10 perc, fiam. Na gyerekek, akkor még Melindához egy kivezető kérdés, aztán melyek öltözni, hogy neked, mint így szóvívő, meg így aki képviselőtestületet, neked érteni kell ahhoz, amit ők tudnak, vagy ők csinálnak? Hát szintvallok, nem vagyok tűzszerész. Aztán ennyi. De természetesen annyit foglalkozok és hallom, foglalkozok ezekkel a dolgokkal, és hallom ezeket a dolgokat, hogy én is már nagyon sok mindent elsajátítottam, én is már vált füllel hallgatom, amit a fiúk mondanak, az ilyen rövidítéseket is, például ami az imént elhangzott, hogy és ID. Robbantásokkor mögét fekszem. Körülbelül igen. Egyiket azt el lehet még mondani a rendezvényel kapcsolatban, hogy egyrészt mikor lesz, hol lesz, minek a keretein belül lesz. Így van, március 27-ére terveztük ezt a futóversenyt, amit az imént említettem, nem fejeztem be végül is a gondolatot, tehát lesz egy Guinness rekord kísérletünk, de ehhez még kapcsoltunk egy kedves sporteseményt, ez a 4x400 méteres váltó, amiben te is érintett vagy, és köszönjük szépen, hogy elvállaltad. Nagyon szívesen, én köszönöm a felkérést, és ugye nem csak én, hanem hogy a médiának, illetve a sportvilágnak még néhány nevesebb, nálam nevesebb személyisége is. Három csapatot indítunk, lehet két férfi matat a lábam között. Hát Feri, na, ezt is meg kellett érned. Csak összejött, régi álmodat. Lesz egy média képviselői csapat 4 fővel, lesz egy sportolók csapat 4 fővel, illetve a tűzszerész fiúk 4 fővel. Hát akikkel én tegnap gyakorlatoztam, egy nagyon vidám kis társaság volt, a Hozár Attila egykori kiváló ultrafutónk, ott volt Kótai Misi és aki gyakorlatilag, akinek be nem áll a szája, aki nem tud nem vigyorogni, aki nem tud nem sztorikat ontani magából, ő egyszerűen szenzációs, illetve ott volt Váci Gergő is, a TV2 műsorvezetője. Ezen kívül még Csizmadi Ádám nevét kell megemlíteni, a Blikk újságíróját, Varga Gábor nevét, Népszabadság újságíróját, valamint Kovács Sándor nevét, amerikai focist körökből ismert. Reméljük, majd ők is megemlítik a mi nevünket. A Kangyal Balázsét. Az a gyerekek bepelenkáznak. Na, nagyon, hát nagyon a Feri egyébként egyre jobban néz ki, én azt gondolom, és hát elérte azt az állapotot, amire soha nem vágyott, most körülbelül 150 kiló. És jó rád a ruha, látod? Most egy hasmars. Ekkora az van, nem. Hogy van egy nadrág, amiben nem kell belebújni, mert hátul összekapcsolják a srácok, ebben Kevlár van, ezt már megkérdeztem, és kaptam egy pelenkát. Ez most ezt így hívják, egy ágyékvédő. Ez nyilván szerintem is azért erre rájöttem, de a neve azért azt akarja, hogy van olyan pillanat, amikor kicsit becsorgasz, nem? Hogy úristen, most mi legyen? Igen, és ráadásul most gondoljatok bele, hogy a Magyar Honvédség mennyire odafigyel az ő katonáira, mert a legnemesebb testrészüket is külön védi egy külön kevlár lemezzel. Hát Feri most kapta meg azt a kabátot. De most eddig ilyen kertépítőnek nézett. Igen, most pedig már úgy néz ki, mint egy Transformers. Hát ez már egy kicsit nehezebb, igen, ez a felső rész. Élő szövet a belső fémvázon. Ebben mi van? Sok év tapasztalat. Azt a mindenit. Rettenetesen durván néz ki. Olyan, mint egy űrhajós. Nem tudom, Michelin baba vagyok-e vagy se. Figyeljetek, ti bocsánat, ez most elszorítjátok, ti ebben dolgoztok? Ebben dolgoznak Jézus. A fiúk. Te és az mi a kezén az IT kommunikátor? Hát ez egy kommunikációs rendszer, ebbe a tűzszerész ruhába van beépítve egy kommunikációs rendszer, egy...
Ez most ez rajtad volt, Jani? Igen, és ebben kell futni 400 Figyeljetek, métert. Figyeljetek, ezt elmondom nektek, gyakorlatilag mozdulni nem bírsz, a hallgatók kedvéért mondom. És most jön a sisak. Tehát mozdulni nem bírsz, egyrészt marha nehéz, másrészt meg ugye nagyon merev a dolog. Rettenetesen merev, ilyen bádog ember feelingje van az egésznek, és hát ugye gondoljuk bele majd, hogy a Zoli ebben fog futni egy mérföldet, ráadásul a lehető legrövidebb időn belül. Mivel maga a ruha az egyébként 28 kiló, a sisak, amit most felvesz felé, le kell fogni a fülét? Igen. Begyűri, bakker. Rettenetesen. Feri mondjuk úgy néz ki most, mint egy ilyen nehéz búvár, ami számára mondjuk nem idegen érzés, mert ugye búvárkodik, de árjunk már egy olyan kis kulisszatitkot, hogy mit csinál egy tűzszerész, ha kakilnia kell munka közben, és rajta van a ruha. Hát akkor magában tartja, és igen? Akkor igen, vagy tart egy kis szünetet, amennyiben ezt a feladat vagy megengedi. Viszláv Rákendról, az van, hogy a fejed nem bírod tartani, mert mint egy tekegolyó, nem tudom, hány kilós a sisak. 17 kilót próbálsz nyakból tartani, és közben egyik szemedre nem látsz, hallani semmit nem hallasz. Kész, teljesen jó. Zoli, ebbe fogsz futni majd egy mérföldet? Vecsukjuk neki, hogy azért így. Tegnap is nagyon jó időt futott a Zoli. Egyébként egy kicsit, ha visszakanyarodhatok a versenyhez, tehát március 27-e Szimacsarnok, ezíton is köszönjük a Magyar Atlétikai Szövetség segítségét. Igen, Gyulai Mártonék, ugye nagyon-nagyon jó partnerek voltak ebben a dologban. Így van, a Veterán Atlétikai Világbajnokság ideje alatt fogjuk megrendezni ezt a kis sporteseményünket, befogadtak gyakorlatilag minket. De a cipő az, egy falusi diszkóba gyönyörűen elmenne. Látod azt az orrot? Igen, mert mondjuk ha ez egyetlen ruhadarab, ami most Ferin van, és a sajátja az a cipő, hát, ami nem kompatibilis a ruhával. A fényes lépőmet vettem föl direkt a mai show kedvéért. Hát ebben én megdöglök. Én nem szeretnék se futni, se fekvő támaszt csinálni, se legugolni, mert soha az életben fog felállni többé. Embertelen. De érdekes legyen. És van egy ilyen szány, vagy mi az ott hátul? Hát az védi a szúnyogoktól. Az egy gallér rész, amit így föl lehet még hajtani. Tehát, hogy a fiúk megteszik, igen, akkor úgy. Azt a mindenki. És akkor lehajtom a sisakrostélyomat. Így van. Akkor ez gyakorlatilag egy ilyen teljes védelmet biztosít az a felső rész is. És ott még lóg egy ilyen Euroscart csatlakozó még lóg a fejéből. Most nem hallom! És egyébként egy nagyon komoly, én azt gondolom, hogy muslinca álló rosté van elől. Az hány centiméteres az a... Semmit nem hallok! Hány centiméteres vastagságú az az üveg, ami nyilván repeszálló? Legalább 2-3. 2-3. Nagyon komoly. Gondolom még kesztyű is tartozik hozzá, ugye? Hogyha most Dombi oda megy és hasba rúgja, érzi? A Feri. Én megpróbálom azért. Léci, fáradj már is. Ugye gyerekek, az van, hogyha itt van egy bomba a földön, én legugolni nem bírok hozzá ebben a szedben. Minden tiszteletem a futóké. Akkor most felnézel a Janira, gondolom. Ide üssé, kisfiam. Mi van? Kemény vagy? Milyen hizma van? Jézusom! Egy dolgozott tűzszerészel összeverekedni nem annyira jó dolog. Nem tudsz lehajolni. 3 rétű biztonsági zónával rendelkezik egyébként ez a ruha. Természetesen az elsődleges biztonsági helyek, amit véd a agy, gerincvelő, a melkasi rész, illetve a lágyék rész, ugye ezek, ami sérülés. Zseniális. Kap, akkor... Most egy nagyon picit még egy-két mondatot mondjunk már általánosságban a tűzszerész munkáról azok kedvéért, akik úgy állnak adott esetben hozzá, mint a honvédség összes többi fegyvernemi, szkeptikussággal, hogy mennyire van szükség rájuk. Hány bevetésen vesznek részt naponta ezek a srácok, vagy akár havonta? Évente átlagosan 2500 bejelentés érkezik a Magyar Honvédség tűzszerészezredéhez. Ennek elenyésző százalékában nem valós robbanótesthez. Körülbelül 10%-ról beszélünk, amikor nem valós robbanótesthez mennek ki a tűzszerészek. Tehát több mint 2000 esetben mennek ki olyan robbanótestekhez, amik veszélyeztetik a lakosságnak az épségét. Így van. Vagy tartalmaz robbanóanyagot, vagy már csak a robbanótestnek egy maradványa, például egy stabilizátor szárny, amit találnak a tűzszerészek. Több mint 2000 alkalommal 365 nap alatt, és gondolom nekik nincsen szabad napjuk, náluk nincsen karácsony, hogyha valahol találnak nincs, valamit, akkor ki van, kell menni. Ők állandó szolgálatban, ügyeletben vannak. Ez azt jelenti, általában egy évet, hogyha nézünk, akkor tavasztól késő őszig van a bejelentéseknek nyilván a túlnyomó része, amikor a mezőgazdasági munkálatok folynak, építkezések folynak, zöldmezős beruházások történnek. Ilyenkor naponta általában 5-6-7 címre mennek a tűzszerészeink. A téli késő őszi időszakban pedig ilyen napig 1-2-3 alkalommal mennek. Na, respekt és tisztelet nekik, Ferenc? Nem, hogy respekt és tisztelet, ennél sokkal több, nem találok rá szavakat. Én annyit próbáltam megtenni a ruhába, hogy ugye én kiderítettem
beszélgettem közben, itt mi beszélgettünk a háttérben, hogy egyedül mész oda. Ja, egyedül mész oda a szethez, tehát még ember sincs, aki mondjuk segítsen. A bomba tételezzük fel, hogy len van a földön. Ekkor következik az a művészet, hogy letérdelsz. Idáig megvoltam, innentől kezdve nem látsz semmit magad elé, mert van egy nyakvédő része a ruhának. Tehát négy kéz lábra kutya pozíciót veszel föl. Akkor megpróbálod kideríteni, hogy mi a gebasz, azt megpróbálod megszüntetni, majd miután ez megvolt, akkor megpróbálsz egyedül fölállni. Jelentem sikerült, tehát annyira nem vagyok tunya, mint amennyire látszom, és most szeretnék nektek megmutatni egy varázslatos dolgot. No. Figyelj, Dombikám, mert van egy olyan egység ezen a ruhán, két ilyen húzatjú fogantyú, hogy azt egyszerre meghúzod, akkor leesik rólad a szem. Na, erre kíváncsi vagyok. Én is nagyon. Figyelj! 3, 2, 1! Igen? Igen is. Egy picit nagyobb rántás. Biztos megvan ennek is a trükkje. Igen, biztos. Meg még maradt hátra egy tétkőzre. Manuálisan leteszteltem, tehát ha annyira nehéz, amennyire kőkemény, akkor rendben van. Annyira. Annyira, megtudtuk. Na, hát és akkor gyakorlatilag ebben a ruhában fogják abszolválni majd egyrészt ugye ezt az egymérföldes futást, ami egy nagyon-nagyon komoly, nagyon kemény kihívást lesz, másrészt meg mi bóckodott celebek majd azt a 400 métert, amit ránszaptak. Köszönjük szépen. A celebeket miért kell behozni? Jó, hogyha írtadunk róla. Megmondom őszintén, hogy azért gondoltunk arra, hogy megszólítunk egy-két híres celeb, ahogy te mondod, személyiséget. Nem szeretjük ezt a szót. Igen, van, engem is mondom. Néhány híres ember. Nem, híres téged, ember. Mint híres embert, és néhány celebet, az más. Mert ezekkel az emberekkel van kapcsolatunk gyakorlatilag a mindennapi életben is, és egy kicsit szerettük volna nekik is megmutatni, hogy a tűzszerészeknek a másik oldalát, mert nyilván, amikor szoktunk beszélni róla, hogy találunk valami robbanótestet, kimennek, dolgoznak, igen, megint lezárnak, nem tudom, hány lakosnak el kell hagyni a otthonát, tehát ezt az oldalát a tűzszerészeknek ismerik. Most egy kicsit a másik oldalát is szeretnénk megmutatni, kicsit szeretnénk, hogy egy-két ember bele tudjon bújni a tűzszerészeknek a öltözékébe, érezzék, szó szerint érezzék ennek a súlyát, hogy mi az, amit ők végrehajtanak. És nyilván, hogyha ennek hangot tudunk adni, hogy ezek a fiúk micsoda munkát végeznek, mint amit te is az előbb mondtál, hogy ebben munkát végezni nem nagy, kis mert kihívás. Mert itt aranyosan eládogált, amit bóztak egy 5 percre, de hogy aki ezt gyerekek tényleg üzemszerűen csinálja nap, mint nap, és közben van egy felelősség a válladon, és hogy fölrobbantasz egy fék félkerületet a rossz dolgokkal. És mondjuk Afganisztánban 40 fokban még ehhez, így van. Mások életét védi, miközben a sajátját kockáztatja a napot. Tényleg maximum respekt, és tök jó, hogy tehát nem, az ember nyilván, és erről is szól a felhívásotok, hogy ne csak az maradjon meg a fejükbe, hogy ó, a francba most 2 óráig nem mehetek be a lakásba. Jó, hanem az hülye, aki ezt gondolja. És hidd el, hogy én rengeteg ilyen morgó embert hallok, ti is találkoztok már vele. Igen, találkozunk ilyennel, de úgy sincs ott semmi, jaj, már megint túl van biztosítva, így vannak vele, és ha felrobbanna meg, akkor lenne arc. De azt is el kell, hogy mondjuk, hogy mi például személy szerint a sajtó e-mail címére rengeteg e-mailt szoktunk kapni, hogy köszönjük szépen. És azért szerintem ez mindent elmond. Mi is köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük Várkonyi Melindának, Mészáros Zoltának és Gyarmati Norbertnek, hogy befáradtak ide. És további jó munkát nektek. A pelusot megtartom. A pelusot kényelmesen nyomít hőzépen. Meg hát ennél jobban semmi sem védi a legnemesebb szervezet. Jöhet bármi. Biztos lehet. Pontosan 9:30 a hírek után jövünk. Vissza lehet jelentkezni a 3-as ugrás címet viselő játékunkra. Vidd már azt a rohadt fejhallgatóra, de tényleg. 0-76-45-00-00 az SMS szám. 4 perc múlva lesz 3:49. Jó reggelt, sziasztok, Traffi Görgetegen Barcs felé G pont írta nekünk, vagy lehet, hogy ez csak G és a pont az nem tartozik a nevéhez. G pont. Így van aláírva. G pont. Ki mit lát benne? Hát most, de most nem. Mert persze. Most tényleg. Írd meg, légy szíves, G vagy G pont, hogy akkor mondjuk el pontot, vagy ne. Jó? M3-as és Eger között trafi a 25-ös úton, puszi Csoki Robinak. Továbbra is ez a Robis történet, ez itt lengi körül a reggelünket. Nem tudjuk, hogy ki az a Robi, és miért kell neki Csoki. Egyébként olyan érdekes dolog ez a G pont. Már, hogy egyébként hát állítólag. Hát létezik. De hogy pont ezt akartam mondani, most mindenféle nagy képviség nélkül mondom nektek, hogy én a G-pontot, ne, én soha nem kerestem. Tehát, hogy lehet, hogy rögtön ösztönösen megtaláltam. Tetted tehát, a dolgot. Oda nyúlok, ahova kell, érted? Ha fel akarod oltani a világ, hogy akkor oda nyúlsz a kapcsolóhoz, érted? Nálam ez egy ilyen reflexzerű dolog. És hogy mindig hallom ezt, hogy keresik, de hogy nálatok volt, hogy ezt keresgélni kellett? Szerintem ez olyan mítosz, mint a női orgazmus. Igen. Azt is keresgélted eddig mindig, mi? Nem tudom, hát néha arra ébredtem, hogy van.
Te már hát ébred is közben? Vagy nem, igen, mondani, hogy nem élvezték, amikor leszálltál róla. Ez olyan, mint az álomkonyha. Igen, általában a végét élvezik, de legjobb az, ami elmarad. Azt nem lehet elrontani. 0676 45 00 az SMS számunk, gépontügyben és közlekedési információk ügyében várjuk az infokat. Jött neked egy darab SMS. Ó, én már láttam egy párat, de azokat így inkább van. Nem olvasnám. Azért, ez az, ami beolvasható. A szokásos megosztó. Hajas Laci írt, hogy meg szeretné nézni a frizurát. Jaj, olyan kozsókincset növeztek, és ezúttal a fanszörből. Nekem katonatársam volt Dombi, már akkor is ilyen idióta volt. Figyelj, én ezt Bóknak veszem. Ki lehet az? Van valami ötleted? Hát az Alezredes úr biztos. Bárki lehet. Főhívom, jó? Na, hát, ha ez persze, meséljünk már róla, mert egyébként a fotók alapján, és most nehogy megint azzal gyere elő, és semmi persze már megint utalgatunk arra, hogy most egy kicsit kerekebb vagy, mint akkor. Úgy sem tudsz, ezt 10 percet nem szakadtál még róla. Nem. Ezek a te fóbiáid csak kivetíted másokra. Én abszolút nem. De olyan jó vágású gyerek volt. Hát, legalább valamikor voltam. Na lássuk, tényleg katonatársam volt-e. Mégsem büszke rád. Nem akar róla beszélni. Most kiderül, hogy kamu volt-e. Vedd fel, fene tudja, miről maradsz le. Aha, hát. Hát egy SMS-t értem meg neki. Aha, ennyi. Kedves katonatársam, hogyha hallgatod a rádiót, téged hívunk. Lehet, hogy ott van valahol a telefon a zsebedbe, ott van oldalt a kocsiba. Jó, ő ezt mind tudja. Bizony. Ő ezt mind tudja, csak nem vállalja. Csak nem úgy, biztos. Csak úgy tűnik, hogy ez a kis kitétel, hogy ez a már akkor is ilyen hülye volt, mint most, hát ezt nem dicsérek. Figyelj, most egy lett volna egy lehetőség, hogy bebizonyítsam, hogy tényleg voltam katona, ez is elszállt. Most már végképp senki nem fogja elhinni. És holó fekete haj, Lokninak nyoma se. Semmi tincs. És tök jó vágású, ő jól néztél ki. Figyelj, voltak jó időszakaim, amikor petezsák voltam, aztán az óvodában minden elromlott. Csak aztán depressziós lettél a kis csoport. Születésig egészen jól néztem ki. A legjobb képem azok az ultrahang képeim. Neked van bajod az életeddel egyébként, így visszamenőlegesen, vagy ez a humor előre van inkább. Neki velünk van baja. Hát akkor miért jön be? Nem, ne hülyeskedj már, hát annyira örülök, ha jöhetek hozzátok. Egyébként tudod, hogy mennyire jó, mert ilyenkor titeket mindenki hallgat, és ilyenkor megzörren végre a telefonom, így az embereknek eszébe jutok, hogy a rádióból hallanak. Nem, a saját barátaimnak, tehát így értem mondom. Ciki. Hát persze, nincs bajom az élettel, ezzel együtt az egész élettel bajom van. Én egy ilyen típusú ember vagyok. Figyelj. De nem baj, nem bántásból valaki, kérdeztem. Valaki írta nekem, én se úgy vettem, valaki írta, hogy gáz ez a humorshow. Aha. Ne, tehát, hogy ez nem humorsó, gyerekek, én így beszélek, tehát én nem akarok görcsösen mindenre poént tenni. Máskor úgy fogalmazza, hogy gáz ez a Dombi. Igen. Humorsó, nem kell vele foglalkozni. Gáz ez a Dombi, mert ő ilyen egyébként. Ilyen egyébként, de hát ízlések és pofonok, hogy szokták mondani. Meg hát ugye mindenkinek megvannak azok az ügyes kis manuális készségei, amikkel csatornát tud váltani. Nem tetszik, nem kell hallgatni, aztán így kész. De most nem olyan gondolom, mert a Duma Színházra gondolt, hogy maga a műfaj lehet, hogy nem tetszik neki, nem csak te. Azzal nincsen semmiféle probléma. Persze, csak nincs. Hát egy teljes műfajt azért nem lehet általánosítani. A Duma Színháznak szerintem az egyik legjobb tulajdonsága az, hogy olyan sokan vagyunk benne, hogy teljesen reprezentatív. Tehát tényleg, aki ebből nem találja meg a neki való humor, részt. Csak tudod, amikor valamelyik nap írnak nekem ilyet, hogy és itt most tényleg a szakma összes tehát a kollegialitásnak is működnie kell. Amikor azt írják neked, hogy annyira rossz egy poénod, hogy ez már IHM, tehát Hónai Mirigy, vagy pedig Sassózsi szint, akkor elröhögünk egyet rajta, de aztán elgondolkodunk, hogy ez azért ennek a két előadónak azért százezres milliós rajongótábor hát van. Hát meg egyébként szerint azért, hogy Hónai Mirigy, ez égvilágon semmi gond nincs. Egyáltalán nem, nagyon jó fejek a srácok. Másik pedig az, hogy tehát emellett azért nem tudok elmenni. És Sass Józsefnek is jó egészséget kívánok. Jó, azért Sass József, figyelj, jó, soha nem volt más generációnak szólt, maradjunk. De azért az évtizedeken keresztül a mikroszkóp színpadot minden este megtartott. Azért erről ne feledkezz. Igen, az IHM pedig minden idők legnézettebb televíziós műsorát csinálta, valami 72%-os nézettsége, még amikor a Csiga TV-nek hívtuk, akkor ott dolgoztak. Volt betiltott adás is. Azokkal a vokális képességekkel rendelkezne egy-két ember, amivel rendelkeznek a sípos testvérek, hát azért érted. Ők egyszerűen zseniálisak is tudnak lenni, és túlnyomó részben azok is. Úgyhogy egyébként ennyit erről. Szerintem amíg meg Sass Józsefnek a kislemeze Józsi Holvegy szerintem nem volt olyan háztartás a 80-as években, ahol ne lett volna meg a kislemez, és nem csak azért, mert minden keravéba lehetett kapni, hanem mert egyébként iszonyatosan népszerű volt. Más nyelven is hallottam. Azon gondolkoztam valamelyik nap, azt nyúlta le valószínűleg. Nagyon gyorsan. Van a Júlia nem akar a földön járni című. Igen, zseniális, Napóleon Bulvár. Napóleon Bulvár. Ti tudjátok, hogy miért van benne egy verze németül? Hát a német piacnak nyilván. De
el tudod képzelni, hogy, hogy hirtelen egy dalnak a végén átváltasz mondjuk izé hát. Esperantóba? Hát ez hülyeség. Mi már ezt nem tudjuk elképzelni. Mi azt sem tudjuk elképzelni például, hogy a vállukon hordozták mondjuk Delhusza Johnny-t kint Kelet-Németországban. De, de őről ez igaz volt, mint ahogy mondjuk a Neotont... Le is ejtették. Mondjuk a Neotont Szöulba. Tehát, hogy igen, vagy le is dobták, vagy csak azért hordozták, hogy kivigyék a hát műfázból. A Neotont, hát figyelj, imádták Távol-Keleten. De ez a rész, ez nekik milyen jó volt a Neoton, vagy álmodtam egy szépet, tehát nekik ez meg volt. Itt volt, volt a kapocs. A jójót is tudod? Melyiket? A jójót. Hogy ilyen kínaisan? Aha. 300 éves játék már, jójó. Hát a jójó, jajjá, ezek mind mentek azért Távol-Keleten. És azért valljuk őszintén, hogy a mostani előadók nagy része csak álmodik arról, a mostani magyar előadók nagy része, hogy olyan sikereket élhessen el, mint akár a sokszor megmosolygott Delhusza Johnny, vagy például a Neoton. Most egyetlen olyan zenekarról tudok, és egy marha érdekes, hogy nyilván ezeket a zenéket hallgatom, egyetlen olyan zenekarról tudok, most például a Tankcsapdáról, akik mennek egy Európa turnéra, de szinte csak olyan zenekart ismerek, akik a metal érában vagy a rock érában mozognak, akikre kint is kíváncsiak és kint is tudnak turnézni. Pop előadóink nem nagyon. Hiába akkoriban... jönnek ezekkel a hogy hívják, hogy így világsztár, új világsztár, attól még nem világsztár valaki, hogy Amerikába születik, vagy Amerikába jön haza. De akkoriban hány darabtól volt az aranylemez? Tehát ilyen 100 000 az példány, nem? Igen, meg a platina 250 000. Azért és egy... volt, aki négyszeres azért platina a... volt. Mi igen. Van? Az 1 millió eladott lemez. Érdemes. Tehát ha minden rokonnal vetettél négyet, akkor is nehezen jön össze az egy. Gondolj bele, hogy egy Aracki László, vagy egy Zárai Vámosi házaspár, hogy ők tényleg mi mennyiséget eladtak? Jó, ketten voltak, ezt felezt. Igen, osszuk kettővel az... az akkor is sok. Na jó, van, ne gondolkodjunk itt a régi szép időken, hiszen előttünk is állnak szép új dolgok. Szép idő. Most például jön a hármasugrás. Az tök jó. Az, hidd el. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Az van, hogy most már napok óta folyik a vita a hallgatók. Köszönöm, hogy nem hagytad még mondani a mondatot. Már kedden én presszionáltalak arra felé, hogy picit próbáljunk meg lazázni, egy picit legyen most, hogy nincs itt a főnök, legyen egészen könnyű a dolog. Ehhez képest a következő napon, azt hiszem szerdán vagy csütörtökön vér folyt a játékban, tehát az eddigi játékosaink közül egy ember nem volt, aki az elsőn túljutott volna. Ajaj. Ugye? Mikor volt utoljára teljes nyeremény? Őszinte leszek hozzátok, amióta van internet, már pedig van internet, és nagyon sok lakásban van internet, így van, és nagyon sok kedves hallgatunk, ugye úgy készülnek a hármasugrásnak, hogy azért be van ízítva a széles sáv. Így van. Én egy nem szeretem ugyan nagyon könnyen odaadni ezeket az ajándékokat, legyen presztízse az ajándékoknak, ne lehessen olyan könnyen hozzájuk jutni. A másik pedig az, hogy tényleg sok esetben annyit kell csak beírni, hogy Benfica, Enter, és akkor ott van, hogy Portugália. Azért a betárcsázós korszakban ez nem így ment. Nem. Janikám, egy pillanat. Akkor könnyebbek is voltak a kérdések. Emlékeztek arra a hangokra, amit a modem kiadott? És azt hiszem legalább 2 perc volt, mire felépült a kapcsolat. 56 kilobit, szigorúan. De tudott az mindent, amire akkor kellett, nem? Pontosabban semmit sem. Hát, de a kép az lejött. Egy statikus rajta, oldal lejött másnap reggel. És vagy telefon volt, vagy internet, igen. Emlékszel? Mama, tedd le, mert szeretném megnézni azért a x.hu-t. Hát mindig ez volt. Az x.hu-t. Adri, jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Milyen sziasztok. A forgalom Újpesten? Nagyon jó, nagyon szuper. Minden rendben. Kocsival vagy gyalogosan közlekedsz? Kocsival vagyok, félreálltam. Uh-huh. Jó, ide rendes. Részvillagó kitéve? Már ilyeneket tudok? Ezt csak te teszed ki, friss jogsis teszik. Azt nem kell? Hát most a remélem hallottátok. Meg tegnap óta tudod, amióta meg volt az első igazoltatásod, és a rendőr elmondta. Hadházi úr, vészvillagó. Nem sose felejts el. Adri, egyedül játszol? Egyedül. Uh-huh. És akkor internet sincs. Na. Nincs. Látod, ő egy korrekt, tiszta játékos. Csak a tudás van mögötte. Csak mobilnet. Jó van, nem kell izgulni. Mehetünk? Jó. Mehetünk, persze. Jó. Akkor így szól az első kérdés, dedikált nyakbaakasztóért. Melyik vers kezdősora, hogy este van, kiki nyugalomba? Hát ez a családi kör. Jaj, mondtam, de jó! Ehhez az, vagy az első emeletnek egy estéje. Elnézést. Jaj, beteg. Már látom az SMS-eket, bocsánat. Semmi probléma. Mi kérünk elnézést. Egér alátét vagy szatyorért a következő kérdés. Melyik kontinensen rendezik a következő nyári olimpiát? Nyári olimpia, Dél-Amerika? Igen!
Ez egyébként tudom, hogy könnyítettél rajta, mert csak kontinenst kérsz, de ilyenkor néha az a nehezebb, mert az ország hamarabb beugrik. Nem? Hogy hol lesz a nyári olimpia a következő, beugrik az ország, és akkor még elkezdett keresgélni, hogy ez melyik kontinens. Akkor meg azt fogom legközelebb feltenni, az lesz a következő ugye, kérdés, jó, hogy melyik évszakban lesz a következő olimpia. De ez a kontinenses is jó, mert végül is 5-6-nál többet nem tudsz rontani. Egyébként így van. Ma Adri, menjünk-e tovább, vállalod-e a harmadik kérdést, hogy tudod, hogy egyre nehezebb. Picit nehezebb. Tudom. Milyen jellegű azt meg tudod? Hát, én azt gondolom, hogy egy nagyon kíváncsi kérdésről van szó, és picit zenész, picit filmes. Aha. Hú, figyelj, szerintem nem annyira nehéz. Én tudtam szerintem mit mondasz, vihető? Hú, ez nagyon nagy felelősség, ilyet tőlem ne kérdezz. De azért aranyos, hogy egyébként jelzed, hogy itt a Dombival kezdődően a Vadolyanin át a Zsülik, senkiben nem bízol, egyetlen ember van itt, a Ferenc. Ez kivételesen Jani, neked minden vihető. Jani, te minden rossz. Mert annyira okos vagy, látod? Jani is vihető. Nem vagyok okos, csak sok a könyvem, hagyatékból. A Dombi azt mondja, hogy vihető, én is azt mondom, hogy szerintem őról elég sokat hallottunk. Szoktak lenni tényleg ilyen, ezen a szinten nehéz kérdések, de szerintem ez vihető. Meg ha odafigyelsz a névre, akkor abból már egy picit következtethető, jó? Nem. Hagyjuk a francba, mondjuk meg. Ne. Jó, menjünk tovább. Bumozni még lehet, ugye? Lehet. Az az úr, hogy hallod, már most lenne tipje. Jó, akkor menjünk. Egyszer egy életem, egy halálom. Na figyelj. Jó. Tehát csapkáért. Melyik világhírű színész, egykori zenész művész neve Marky Mark? Mark Wahlberg. Ez hát ennyi! Na. Internet nélkül egyedül így kell csinálni. Ez az. Adri, jó volt. Köszönöm. Nem, te vagy szuper. Melyik filmből emlékszel rá amúgy? A Boogie Nights-ból. Ja, az pornó. Az nagyon jó. Az rendben van egyébként. A témához kapcsolódva, mert ugye az egész reggeleteket átlengi ez a... A fülleter. Ennek jobban örültem, mint a Majmok bolygójának, igen. És már egyébként a film előtt is mondott neked valamit az a név, hogy Dirk Diggler. Ne. Az valami traktor, valami traktormárka, nem? Igen. Angol traktormárka. Adri, köszönjük szépen neked, gondolom, hogy dolgozni mész. Nem találtam el? Oké, köszönöm szépen. Ma a formában vagyok. Mindegy, akármit is csinálsz a nap hátra lévő részében, legyen az a büszke tudatod, hogy hosszú idő óta te vagy az első, aki végigment a hármas. Gratulálok, és szabályos elindulást kívánok. Jó, nagyon köszönöm, és szép napot nektek. Neked is. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás. Készülj a következő megmérettetésre. Egyre több olyan ismerősöt tűnik fel, aki nyilván nem vállalja a beszélgetést. Nekem cukrászpattársa volt, arra gondolsz? Igen, cukrászpattársa. Nagyon gázok voltunk, legalább ő azt is bevállalja, hogy ő is az volt. És ez a Karán harapnak a kacsák. Karán igen, és Király Sanyi volt, emlékszem rá, nem az Üvegtigrisből, emlékszem rá. Ő egy olyan cukrászpattársa volt, aki később katonatársa is volt. Aha. Lehet, hogy ugyanarra az emberről van szó. De hol, te tényleg cukrász? Képzeld el, annak is tanultam, de kidobtam. Az Ecseri úton? Nem, nektek bármilyen fura, de az ország 80%-a nem Budapest. Igen, az ország 80%-a továbbra sem Budapest, úgyhogy nem, én Ceglédi iskolába jártam, és nem fejeztem be mindenki örömére. Tehát nem készült fel erre a világ meg. De hol csömörlöttél meg az édességet? Csömörnél. Csömörnél. Na mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy ez neked nem kell? Figyelj, 14 évesen kicsit kisiklottam, azt kell, hogy mondjam. Hát csak egyet csinált. Tudod, hogy milyen fura az, hogy a baltával kell a csokoládétömböt felhasogatod, mint a fát? Láttál már ilyet? A feleségem cukrász. És mesélt. Szoktunk együtt otthon, tudod, amikor kifogyunk az ötletekből. Akkor magdossátok baltával. 4 perc múlva lesz 9 óra, Peti hetessel jövünk majd vissza. Polgár Peti megint készült, egy picit hűtlen lett hozzánk. Illetve itt annyira befutott, hogy egy bizonyos televízió műsorban is most már neki rovata van. De hát ha csinálja, ezért a pénteki megmarad, úgyhogy ezzel jövünk majd vissza a hírek után. 9 óra múlt 10 perccel, jó reggelt, szevasztok, Dombóváron az István. Ha. Utcában torlódik a forgalom, az autostor, stand-uposok színpadot építenek. Ezt végig se olvastam. Bocs. Barikádot épít? Igen. 8-as várpalota Veszprém felé trafi, simaságon trafi, M5-ös 43-as kilométer után Szeged felé mérnek a rendőrök, Tünde írta nekünk. Hol van simaság? Hát, nagy kalapot is a homlokodon nincs, mert ott olyan tartós dajer van, mint az állat. Ha tetszik, neked is a Facebookon like.
Jaj, köszönöm. Nem, én nem koldulok. Most olvastam, írták, hogy ez koldulásnak számít. Like begging, úgyhogy nem lesz begging. No. 0676450000 az SMS számunk, ide várjuk a közlekedési információkat, és akkor elérkezett a Peti hetes pillanata. Te ismered ezt a kis rovatunkat? Igen, igen. Hallgattad régen, amikor egy másik rádióban dolgoztál pont ugyanebben az időpontban? Persze, hogy igen, hallgattuk, sőt a YouTube-on is utána szoktam nézni, meg azóta különösen népszerű, én nagyon örülök neki, mióta volt a Szepesüni kis dal. Így van, aha. Így van, azt szóval képbe vagyok, az nagyon megpördült, úgyhogy hagyj menjen, na, hajrá. Elcsípető még egy pár dolgot így általában. Igen, de valahogy annak nagyobb visszhangja lett, éppen annak. Ugye? De ez olyan fura, hogy Szepesi Niki könyv nagyon elment, Keleti Gyöngyi könyv nagyon elment, Toncsiért meg nem veszik. Még mind ugyanarról szól. Igen. Rajtad is nagyon dobtak annak idején a picis poénjait. Ezt köszönjük szépen. Ezt még 50 éve titkosítva jó, van. Jó időben, jó helyen érted. Majdnem. Az internet új kedvence a verset szavaló Rambó, erről már talán mi is beszéltünk, zseniális. De tényleg zseniális, ugye Gáti Oszkár szokott magyar hangja lenni Sylvester Stallone-nak, és egy emberke megtalálta Gáti Oszkártól a Nagy László kiviszi át a szerelmet című versét, és ezt úgy illesztette bele egy bizonyos... Szájra vágta, zseniális a dolog, őt egyébként azt hiszem, hogy Boldizsár Péternek hívják talán az úriembert, aki ezzel foglalkozik, és azóta már nagyon sok ilyet csinál. Nagyon jók. Igen, jók. Láttam, Sharon Stone is mond verset. És hát és egyre újabbak és újabbak vannak. Én megnézik például egy Sebestyén Balázs magyar hangja, Istenes Bencét is már. Hát biztos megcsinálja szépen, kérjük. Utómunkába. Betit is meg is lette ez a dolog, úgyhogy egy igazi Rambó verset ő is írt. Ég a nap melegtől, a kopárszik sarja, 5 kiló napalmmal kiment végig rajta. Egy csak egy legény van talpon a vidéken, bongyor hosszú haján, fejpántja idétlen. Egy rakétavető reng araszos vállán, több botox kezelés látszik az ő állán. Hé, paraszt, melyik út megyen itt Burmába? Ne parasztasz, köcsög, meg leszel szurkáva! Föl-föl dobott kő, a földre lehullva, hogyha ő dobja el, minimum 5 hulla. Mit neki a dzsungel vadregényes tája? Kilövi a tárat, s lesz itt focipálya. Ej, mi a kő, tyúkanyókend? A szobában lakik itt bent. S láncszóróval csinál belőle fried chicken-t. Tüzesen süt le a nyári nap sugára, az ég tetején egy bombázó stukára. Fölösleges dolog menőznie nagyon, robbanós nyilával rögtön lövi agyon. Este van, kiki nyugalomba, bozót vágó kése vág őrüket halomba. Egy maga ellen seregek kiállnak, de 100 golyót kilős, ezren bekrepálnak. Hé, paraszt, melyik út menjen Burmába? Peti, köszönjük szépen! Ez volt a legjobb gondolom belőle. Újabb hír van a kicsit az elmúlt időszakban eltűnt Benkő Dánielről, bár ugye mi beszéltünk vele, mert meghirdette Kádár János ex-autóját, egy nagy fekete Merzsót, nem tudom, hogy elvitték-e tőle, ez volt az utolsó hát hírünk. Hát igen, őt háttérbe szorítottam némiképpen mostanában Berki Krisztián, mert ő is ugyanazon a vonalon kezdett támozogni, ugye a pölő mutogatásban. De mindenki másképp csinálja, de várj, a tegnapi hírt azt olvastátok vele kapcsolatban? Hát mi beszéltük is róla reggel. Hát kivasaltam neked, hát büszkén mondhatom neked egyébként, hogy Feri vetette fel. Mi ezt így kibeszéltük, és onnantól kezdve vette át gyakorlatilag az egész elektronikus sajtó. Mindenki utánunk jött, kérlek. Na, mielőtt ezt túl folytatnátok ezt a vonat, ő is jön mindjárt egy hír erejéig, és akkor majd beszélhetünk a kis pölőről, jó? Benkő Dániel a Gangnam Style-nál is nagyobb méretű világhisztériát akar generálni új dalával. Mert hogy van neki új dal. Akar. Brutális hangzású szám elkészült, a hozzáillő koreográfia még formálódik, mert az is lesz, és hát Dani nagyon hisz abban, hogy úttörő lesz, hogy a diszkóklubok egy, hát nem 30 vagy nem 20 éves fiatalember zenéjét fogják majd játszani, hanem az övét. Ha? Kíváncsiak vagyunk rá, mi, hogy mi lehet? Hát az utóbbi években, amit láttam tőle azért, hát ő valamikor egy nagyon híres és nagyon normális lantművész volt. Így van, abban nem felejthető egyébként semmit, csak a tudás mellé felzárkozott még egy kis. Tudod, az átfenyelevekre is tett már egy lapáttal. Hát igen, nem biztos, hogy azt mi akartuk látni. Aha. Ja, ez az eredeti? Nagyon jó. Ja, ez egy kis előzetes. Ungareska, ez a neve. Ungareska, ez már mix. Na most, de ha a Benkő nem énekel benne, vagy nem táncol, akkor ez nem sokat ér, Laci. Ez így nagyon kevés. Hát az, hogy egy dalban táncol. Aha. Szinte látom magam előtt. De csak szinte. Ez bárki kongázhat, nem tudjuk. Hol van ebben lant? Aha. Ez életében nem látott érző hangszert. Ez midi lant.
Hát ez ez egy szoftver. Hát akkor köszönjük el. Szívemhez szóló, szórakoztató, a bors, mint a sós. Húzzuk le, jó? Húzzuk le, mert ez egy reklám. Köszönöm szépen, örülök, hogy észrevette mindenki. És ráadásul egy... Magától. Jézusom. Mit? Nem is a kedvenc reklámom. Azt hiszem, nem a kedvenc lapod. Nem, azt nem tudom. Nem, nekem az a kedvenc reklám, ahol azt mondják, hogy válj egyé az úttal. Hát ne csináld már. Hát most láttam egy ilyen macskát, aki egyé vált az úttal. Az nem, nem jó. Szép, az nem jó kívánság. Nem szép. Jó, tehát ez volt a Menkő dal, és akkor most meghallgatjuk, hogy a Peti mit csinált belőle. Ez a Menkő Style. Ez nem kő már. Jönnek elő sorban a végletünk celebek, sok a reality, hát ha kapnak szerepet. Itt van a Benkő is, vadul nyomul újra, ő akar lenni a magyar Dávid Gutta. Mert hiába lantozik, hiába penget, gázsi csak a meló, meg az agybaj csenget. Hogy labdában rúghat, azt a fejedből vert ki, Aurélió helikopterezik, vasaltatta Berki. Hát ezek után kitizgatt a szőrös erclie, múzeumi darab, mint a Kádár mercie. Hát nyomja a mixet, DJ Danny B, leragasztott pöccsel a bulit, heavy T. Kanoslan pápa, minden hiába, ez egy új világ, kötvernek rád a baby csávó. Megvasaddákok, hogy nyersz így hát a jó nagy szád, meg a vasalatlan pimplit nem trendi már. Ez a Benkő Style. Ez nem kő már. Hopp, hopp, hopp. Ez a Benkő Style. Ez a Benkő Style. Kis kuki azért becsúszott. Az hát egy nyilván. Igen, de nem is Peti lenne az, hogyha ez nem. Picit megkóstolta Dani. Dani, mi ettől függetlenül is kedvelünk, szeretünk, és nagyon sok sikert kívánunk, mint DJ Dani B. Így van. Dani B lesz? Ez lesz az új neve. Hát legalábbis Peti szerint. Ez olyan, mint a Z Key. Az is nagyon jó volt. Nagyon szép név volt. Na most térhettek vissza a Berki Krisztián kukiára. De jó. Jani? Hát ez gyakorlatilag egy média történeti pillanat volt. Én azt gondolom, hogy nem tudod eldönteni tényleg, hogy ez most magasság vagy mélység, mert hogy ilyen még nem volt se előtte, utána meg már ugye minden ilyen izé lesz, ilyen kicsit ilyen utánérzés. Nagyon lesz, sok olyan dolog volt, amit még nem csináltak, de van olyan dolgok, amik azért nem csináltak még, mert hülyeség. Tehát biztos, hogy szinte még nem utazott senki mondjuk az orrán csúszva egy autópályán, de azért hát nem igen. Kell elkezdeni. De figyelj, én soha nem fogom elfelejteni azt a napot, ezt a tegnapi napot, meg ezt az első megszólalást, mert soha nem gondoltam volna, hogy a Ferivel nagyon közel kerülünk egymáshoz, hogy arról fogunk egymással vitatkozni, hogy most amit látunk, az a zacsi része, vagy pedig a pölő. Tehát, hogy, és aztán otthon megnéztem, és de ki volt ez pixelezve, nem? Hát ott nem. A szakértelem, nem? Tehát, hogy ami rendesen adásban ott figyelte az acs. Nem adásban állítólag kivették, de az újság, aki lehozta ezt a hírt, ő konkrétan közölte, a mesztelen Berki Krisztián, ő az orvosi ilyen ágyikon, fogja az ezredesnek a végét, vagy hát nem tudjuk, hogy nevezi, kicsit fölhúzza, főtörzs. És oldalról a zacsi látszik, ahova egy másik férfi, aki a plasztikai sebész, egy elektromos szerkezettel így a ráncokat tünteti el. Bizony. De most pillanat rájunk meg, tehát ennek egészségügyi, esztétikai, tehát mi a lényeg annak, azt mondják, hogy esztétikai. Köszönöm, megkaptam újságban. Mert hogy állítólag a ráncos nem szép. Azt a minden. De szerintem nem szépnek kell lenni, hanem jónak kell lenni. Egyrészt, Nem, a herezacskónak szerintem rengeteg funkciója van. Igen? Élettanilag. Na, taníts minket. De biztos, hogy nincs olyan, hogy szép legyen. Tehát ez nem egy ilyen kirakatba való valami. Egyébként nem tudom, azt mondja, a testépítő szövetség elnöke, vagy sportol. Nyilván. Nem sportol, és az az érdekes az egészben. Nem csak hogy... tehát hogy lesz olyan megmérettetés, ahol lesz ilyen, hogy pontozzák a heresimaságot? Na most egyébként én azt gondolom, hogy rátapintott el a lényegre. A képen az látszik, hogy két férfi egymás töke körül van, és igazából mindketten élvezik. Jó, mondjuk ez a fajta viszony, ugye egy urológusról is azért megvan, és ugye a Krisztiánról tudni kell, hogy neki. Most, hogy az Arnold klasszikra készül, és valami pszichikben kategóriában indul, most már én megmondom őszintén, kíváncsi lesz a kategóriára, mert lehet, hogy van a megmérettetésnek egy ilyen szelete is, amikor nem csak a biceps póz van, hanem
Várjál, a képsarkában itt van a maga herevasaló, mint eszköz, mert erre már célszerszámot gyártottak. Ez úgy néz ki, kérlek szépen, mint egy jelöletlen, egy ilyen USB jackdugó kábel, amivel régen a videót kötöttük össze a tévével. Egyébként meg a kérdésedre a válasz, amit föltette, miért? Pont ezért, hogy benne legyen az újságban, mi beszéljünk róla, és mindenki ezzel röhögjön. Annyi minden ennyi. Módon bele lehet kerülni egy újságba. Tehát ez a hanyadik a listádon, szeretnék bekerülni a médiába. Van egy ilyen listám nekem is, nincs az első ezerben benne a herevasaltatás. Benne van. Csak irigy vagy rá, mert a tiéd olyan ráncos. De miért? És amit kiszednek a heréjéből, azt tették a homlokába? Vagy ez egy másik tudok? Hát nem, azzal a tricepsét pótolták, mert ott még volt egy kis hiányosság. Na meghallgatjuk akkor, hogy Peti mit hozott ki ebből a hírből. Tehát a Berki Krisztián és az ő heréje. Ennyi. Hurrá! És már lassan közelít a tér, pacsi. Már most olyan, mint egy mérges pulyka fej. De hogy kivasaltattad, az kész lehely. Hogy ezt elhiggyem, olyan nincs. Helikoptere szedjed, hogy bizonyítsd. Veled van tele a net, de még lejjebb, ennél van-e még? Nesze, ingyen a tied, itt van, vigyed, a régi szenes vasaló. Imádom, amikor egy old school Metallicára teszi rá ezeket a témákat. Yeah. És a Zacsi! Zúzott. Berki Krisztián, a Zacsia és a Peti Hetes, így álltak össze a dolgok. Van még egy nagyon fontos dolgunk ma, ezt lehet, hogy neked nem is említettük. Néhány héttel ezelőtt kaptunk egy önkéntes felajánlást egy kedves és híres énekes fiútól, Vastag Csabától, aki azt mondta, hogy Valentin napra hát semmi más nem tud adni a nőknek, mint saját magát, az ő testét. Ó, az önzetlen minden itt neki. Ez így önzetlenül adta, mondjuk mi kényszerítettük rá, de ezt most hagyjuk, ez már a múlt homályába vész ez a történet. Belőlem több embernek jutna. Legközebb akkor jövőre te jössz, jó? De akkor nem akar játszani senki. Nem, majd rácsörgünk, hogy van-e, aki elmenne veled, te vállalod, és akkor megoldódik a történet. Figyelj, itt egy nagyon helyes kis nyugdíjas brigád ment el egyébként, végül reggelizni a Csabival. Tök jó. Elszórakoztatod őket, tehát most nem kell mindenkivel lefeküdni, aki arra jön. Érted? Felik, azért, nem magadból indulj ki, egyen meg a drága szívedet. Nem így működik, hogy azt mondjuk, hogy elmész reggelizni valakivel, vagy vacsorázni, akkor ott rögtön legyen valami. Annyira álszent. A rádió mögé bújik, ha látnátok, hol van a jobb keze? Hol? Mesélj, hol? Itt az asztalon. És arra gondoltunk, hogy ez a bizonyos koncert, amiről viszonylag keveset beszélt a Csabi, ugye bármikor, amikor beszéltünk vele, hogy az most hétvégén lesz. Megkérdezzük ezt a drága fiút, hogy persze. Egyrészt akar-e még felajánlani belépőjegyet a hallgatóinknak, ugye a koncertre? Próbálom itt. Connecto? Igen, így. Te ezt is tudod? Bizony. Hát milyen intelligens vagy. Láttam, készültem. Csaba! Jól mondtam, Csabi? Igen, jó reggelt. Emlékszel, hol találkoztunk két napja, vagy három napja? Mondd, hogy nem, kérlek. Na, ha megmondod, herevasalás. Mi mentünk valahol lefele, te meg egy mozgó lépcsőn mentünk le. Úgy volt, és... Atya úristen, de izgalmas. Megláttam Vastag Csabát, és lefotóztam a telefonommal. Igen, és mosolygott, azt hittem, hogy de megismert. Hát mindent 8000 forintért. Ugye mostanában ennyibe kerül egy ilyen fotó. De ahhoz az kell, 15. Attól függ, melyik újság. Egyik 10-et ad, a másik 15-öt. Bizony. Igen? Komolyan? Igen. Úgyhogy a drágábbik mind a kettőnek elküldte. Lehet, hogy akkor én is csinálok magamra egy párat, és akkor beküldözgetem. Persze, tök jó kiegészítő dolog. Egyre jobb üzlet kezd lenni. Hát figyelj, Badár évekig csinálta ezt. Milyen jól ért belőle, mi? Olyan remek képei voltak magáról, alszom, eszem, és kell hozzá egy kis szöveg, hogy lekapták, ahogy egy, mit tudom én, ahogy egy sötét asztalsaroknál hamburgert eszik. Tehát ilyen a legizgalmasabb kép, amit valaha láttam, hogy Bag Iván elaludt a 105-ös buszon. Igen. És volt egy kép, hogy ott alszik. Aha. Megért egy tízest. Járt ő busszal egyébként? Szerintem igen. Igen. Azért kíváncsi lett volna ezekre a képekre. Hogy hívják, a Fabrizio és a Söder Klub kiváló művésze éppen gázolajat vásárol Kannában. Egy moltöltőkúton. Akkor még nem volt a selfie kifejezés. Most már ez selfie. Jaj, de kemény.
Na, hogy állnak a próbák? Igen. Itt beleolvastam egy újságcikkbe, ami azt írja, hogy te egyébként se aludtásokat, de most te szegény, sanyarú életű sztár, te énekes pacsirta, neked most már véged első van. X. Alig bírod el a koncertig azt a terhet, amit a próba időszaka rád mér. Igaz-e hát, a igen, túlozni szokás és érdemes egyébként különböző újságokban, de az tény is való, hogy most reggeltől estig próbálunk, most is éppen a zenekari próbára igyekszem. Úgyhogy hát ez egy reggeltől estig tartó dolog, de hát mivel holnap van a koncert, este 7-kor, ezért ilyenkor már nem nagyon lehet. Igen, sokat nem tudsz javítani, hát még egy kicsit rendben a hangzás. Akkor jól sejtem, mi mostanában nem futunk össze falunapokon? Hát ma meg holnap biztos, hogy nem, azt tudni. De lehet, hogy vasárnap kettőn is. Lehet, hogy vasárnap már igen. Nem lehet tudni, de ma tudni nem. Meg holnap is sem, úgyhogy hát igen ez egy nagyon nagy felkészülés, és egy tök jó dolog, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel. Azon gondolkoztam, hogy ha így a saját dalait közül kell válogatni, ez most nem bántás, csak te nem csináltál nagyon most új lemezt a utóbbi időszakban, ugye? Jól érzem, tehát hogy van mennyi, hogy vagyunk, egy lemez, két lemez van? De, az most tök jó jött képen, mert most jött ki az új lemezünk. Na, a Connect. Két hónapja kb. Hát az utóbbi időszakban nem jött új Connect, két hónapja, no. Nem. Az nagyon jó, az a mozgásérzékelős játék, imádom. Igen. Hát is lehet azt mondani egyébként, Csabi, hogy gyakorlatilag te meg a tankcsapda uraljátok az első 20 helyet. A piacot, hogy lesz-e a koncertben olyan dal, ami mondjuk annak idején énekeltél az X-ben, vagy még az előtte levő műsorban, tehát külföldi dalok, ami nem a tied, az a szerepele benne. Vagy megtöltöd a sajáttal az egész bulit. Hát most a saját dalaink eljátszása és a régebbieknek az újjáélesztése a cél, de egy-két olyan nagyon fontos momentum mindenképpen lesz, amik a múltat meghatározták, és nyilván ezáltal a jövőbe is mutatnak, úgyhogy valamit nem szabad kihagyni. De pont most volt ez a probléma, hogy túlságosan hosszú lett a műsor, úgyhogy kicsit kellett. Ez is baj, hogy hosszú a műsor. Ennyi, érted, ha rövid, az a baj, ha hosszú. Ne haragudjon művészre, az utolsó dalt, azt már ne, azt vegye rövidebb. Azért én már sok rendezvényen találkoztam a Csabival, és ahogy a Strangers in the Night-ot énekli, ott azért kortól nemtől függetlenül azért ott lefordulnak az emberek a székről, azt mondanom kell. Tehát a hölgyek azok, hát ne hülyeskedj már. Hát nyújtott Extended Megamixbe tolja. Extended Megamixbe. Ugye? Rádió Edittel. Pihenő időszak lesz a koncert után egyébként? Vagy hát, áll meg a francba. Vagy majd alszol a kocsiban a következő. Nem kell az. Nem tudom, hogy ezt el szabad mondani, vagy nem, de az van, hogy egyébként gondolom, hogy igen. Tehát, hogy én is azt hittem, hogy már pihenés lesz utána, és az, hogy egy hónap van a koncert, és hónap után már délután kettőkor van egy koncertünk, úgyhogy ez egy remek. A vasárnapi hatni gyerekek, amit mondtál. Való nap megvan. Egy macinai. Akkor megnéztem a naptárat, akkor én se hittem el, hogy ekkora hülye vagyok-e, vagy nem, de ezek szerint aha, igen. Mondjuk én azon sem csodálkoztam volna ismerő, ugye a menedzserenek az agilitását, hogyha a közvetlen a szíma után foglalt volna neked még egy paplászló sportanélet és egy kongresszusi központ. Igen. Csabi, kettőtől meg tudunk csinálni még egy záhonyt. Igen, kicsit már jobban tolja, fizetem a büntetést. Kicsit gyorsabban megyünk. Úgy kellett volna egy kis timeshiftinggel, hogy egy időbe két helyen. Igen. Most már meg lehet technikailag oldani. Igen. Még hát egyébként, na mindegy, ezt majd később van megutatni. Figyelj, Csabi, egyébként azt csináltatok már, hogy mondjuk a tesoddal párhuzamosan csináltok egy-egy fellépést, és akkor felkonferáltok a másikat, aki átszaladt hozzá, letolt két számot, aztán cseréltek? Nem szoktunk ilyet csinálni egyébként. Nem. Leuralhatnátok a piacot. Egyébként olyan sokszor volt, hogy ahova én mentem, onnan ő éppen jött el, vagy fordítva, mert itt igazából nem erről szól, mi tényleg igyekszünk jól csinálni, és igyekszünk jót csinálni, úgyhogy ez nem egy ilyen darabszám hajhászás, vagy nem. Na, egy ilyen... Na, és figyelj, még egy nagyon fontos információ, ugye, amikor benn voltál nálunk, akkor is elmondtad, nagy vonalakban, hogy kik lesznek a vendége, de hát lesz itt egy csomó ilyen special guest star, akik még inkább emelik majd a koncertnek a fényét, kik lesznek ők konkrétan? Hát például a tesó. Már hát, ha azok egész visszállt. Például remek pályatársam, Tomika az öcsém, mindenki. No csak, ráért? egész szeretnő pont el tudott jönni, de jön a X-faktor győztesek mindegyik, egyébként Kocsis Tibi, Olá Gergő, Daris Dóra, akkor jön a Nagy Feró is egyébként, aminek nagyon-nagyon örülök. By the way is úgy tudom, ott lesz. By the way, így van, tehát tényleg ez egy ilyen igazi, tök jó családi
vállalkozást, családi összefogást. Örök befogadtad a Bájdövét? Nem, a nagy felót. Nekünk az X-faktor egy ilyen nagyon közös múlt és egy közös gyökér, egy közös eredő, úgyhogy tök jó dolog az, hogy tudunk ebben a körülményben itt találkozni és együtt ünnepelni, mert a születésnapom is most volt nemrég. Igen, utólag is Isten értesen. A múltkor is mondtuk, de szeretett hallani akkor. De a múltkor rájöttem valamire. A múltkor, amikor benn voltam a műsorban, akkor utána 2 órával vettem észre, hogy én ott voltam egyébként. Igen, az hallottuk, amikor itt voltál, hogy te még nem vagy itt. Hát mert akkor pont az volt, hogy igazából egyrészt nagyon korán mentem, másrészt meg, hát jó, hát nyilván az ember az igyekszik korábban fölkelni, de hát nem volt mihez képes korábban fölkelni, hiszen akkor feküdtem még elemrég. akkor is próbánk volt éjszaka. És utána mikor jött, jó, hát most kicsit túloztam nyilván, de utána vettem észre, hogy azt a mindenségét tényleg, hát én itt voltam, és hogy csídegáros. És még úgyis jó voltál. Nem, nagyon jó voltál, úgyis imádtak. Jó, nekem azért mondtam. Az Ötye klubban mi a helyzet? Mennek a mai koncertre? Ugye, akit felajánlottál, hogy egy reggelit, illetve vacsorát, akkor még vacsorának hittünk, de aztán reggeli lett belőle, nagyon kedves hölgyekkel találkoztál össze, és adtál nekik jegyet. Jönnek? Jelezték? Igen, úgy tudom, hogy jönnek, nagyon kis kedvesek voltak, és múltkor is tök jól dumáltunk, úgyhogy lehet, hogy a múltkori reggelihez most hozzácsapunk a vacsorát is. Úgy tudom, hogy jönnek most egyébként. Reggel, amikor eljöttél otthonról, még mind a hárman aludtak? Igen, úgy hagytam őket, szépen csöndbe jöttem. Csabikám, ha jó lesz ez a rendezvény, én is felajánlok egy hasonlót, ha jó buli lesz majd, számolj már be, hogy milyen volt. Jó. Nem a koncertre gondoltam, hanem az együtt kajálásra. Igen, gondolom. Csabi, akkor sok sikert holnapra, még mondjuk mi mindig nem kaptuk meg a tisztelt jegyeket, de nem is érdekes, tényleg nem azért mondtuk. Úgyis ismerem, úgyis hallottam már dalokat. Ez az. Igen. A Dombi nekem kicsit reggel jelezte, hogy te figyelj, nem a hétvégén lesz a Csabinak ez a koncert. És azért is kínosabb ez, mondom, Csabi, mert tudom. Már hogy hívják, mindjárt lejár az aukció a Lotterán. Én 2 forintnál leütöttem. Amúgy akartam ilyen konnektós karkötőt is, de hát egyébként sehol egyébként nincs a rádióban bent. Van konnektós karkötő. Én láttam. Azt hiszem, hogy küldtünk nektek. Persze, hogy küldtetek. Szétkapkodtál. Abszolút küldtetek, és nagyon szépen köszönjük. Igen, csak a Dombi ma reggel az összeset beszedte. Csabi, akkor kéz és láb törést holnapra, jó? Köszönjük. Sok sikert. Szia. Csurik házat. Szia. Szia, Csabi. Mindenkinek legjobbakat, szevasztok. Hello, szia. Hello. Szia, Csabi. Találtam valami nagyon érdekes, nem tudom, itt van-e még Csabi. Nincs. De szia. Hogy itt az SMS falatokat olvasom, és valaki írta itt nekünk, hogy George Clooney már tavaly nyáron kivasaltatta a heréit. Igen. Úgyhogy hát beszéltünk is róla. Hát jó, persze. Jó, de hát Berki nem első akart lenni, de vagy a magyar első. Meg egyébként Berki a mi vérünk, érted? Mi közünk van nekünk a George Clooney. Ő egy nagy közös heré, érted? De most ez a magyar férfi tudat közös magyar heré. Hát ez nacionalizmus, hát van magyar heré? Van, hát persze. Hát akkor ez a Hungarikum. Értelte, szerintem az oroszok is büszkék voltak az Egyesült Államok atombombájára? Nem. A sajátjukra voltak büszkék. Mi Berki Krisztián heréi vagyunk büszkék, nem a George Clooney-ére, érted? Ő volt az első, akiről a hír szólt, hogy megcsináltatta, és akkor mi is beszéltünk róla, hogy jaj, milyen jó lenne Magyarországon elsőnek lenni, de aztán gyorsan letettünk ennyi, erről. Meg Feri, hát ez nem egy ilyen ember azt mond, amit akar. A Krisztiánnál meg láttuk, hogy tényleg megtörtént az eset, érted? Láttad, hogy George Clooney képéről, illetve hát a szebbik dohányos tasakjáról valami képet. Hát gyerekek, mégis a haját nem tudta kivasolni. És ráadásul előtte-utána képet sem láttunk. 3 perc múlt el, 9:30, hamarosan jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. 4 perc múlva lesz 9:45, jó reggelt mindenkinek. Dombi már nagyon éhes lehet, ha az SMS falatokat nézi. Jó reggelt, de én most itt azt látom az SMS falon, hogy valaki elnevezte Vastag Csabi Connecto koncertjét Convektor. 7-esen ég, ez lehetne az új szlogenje. Berki az első herevasalt, ugyan nekem már 85-ben a régi tacskó bicikli műanyag ülése kivasalt. Hát, úgyhogy nem is akartam egy kátyúba. Végül is akkor Jáksó is elkezdett valamit, nem? Miért neki volt a biciklizés? Nem, ő egy csatorna fedél. Az más, de az nem vasalta. Hát nem vasalta, nem vas, az lapított. Az nem vas. Nem már. Jó, de vasnak vas, de nem vasalt, hanem tört vagy lapított. Jó, akkor is, tehát szerintem jó van az úgy, ahogy lóg. Egyébként ez nem egy kellemes baleset. Nekem is volt egy kedves ismerősöm, aki egy ilyen félre rakott csatorna fedélbe lépött bele. Ez mindig ismerősökkel. Az egyik lába ugye fönnmaradt, a másik meglent. Hát nekem van olyan sztorim is, amit én nem bánok, hogy nem velem történt. De meg, nem ez az. Konkrétan egy építkezésen történt. Az egyik haverom leugrott egy szintet, csak nem vette észre, hogy ott lóg a csigáról lefelé egy kötő, a végén egy kampóval, amivel egyébként a maltaros vödröket cigölték fölfele. Le most nem mondom végig. Merre fordult?
Hogy hívják? Tehát, hogy jó, adjuk már. Oké, skippeljük. Egy kis kaput nyitott, egy másik dimenzióra maradjunk ennyi. 3:40 múlt 5 perccel Mezőszilas belterületén a 61-es úton trafik. Ez megint én voltam. Igen, hogy reggel 7 óta mondjuk ezt neked, a hallgatóknak is mondjuk, hogy az történik, hogyha az ember... Jani ráakasztja, az hogy lehet, hogy neki nem olyan simpor? Közel veszi le a fejhallgatót a fejétől a még élő mikrofonnál, hogy ez ugye összegerjed, de ezt te minden alkalommal megcsinálod. De majd idővel, engem 3-4-szer úgy le... adásban, hogy én megszoktam, hogy most már így nagyon, nagyon óvatosan. Meg az övé nem olyan hangos, tudod? Igen. Azért van? Igen, azért. Uh-huh. Hogy? Tessék? Tényleg? Aha. Hello, Csabi! Jó reggel! Hú, azt hittem a vastag, Csabi. Örültem volna, mi már megint ismételtem. Na gyerekek, elmondom nektek, hogy amikor beszéltetek erről a vasalásról, a George Clooney az viccelt. Tehát oda ment hozzá egy újságíró, és megkérdezte, hogy az igaz, hogy a szeme alatt kivasalt a taráncokat. És azt mondta, hogy igen, hogy meg a herémet is? Nem, azt mondta, hogy ott nem, viszont az igaz, hogy láttatok kijönni a klinikáról, de én a herémet vasaltattam. És azóta ez elterjedt a világban. És na, komoly. Sok idióta elhitte, hogy ez tényleg létezik. Aha. És megy, és csinálja, és lefigyelj. Hát tessék, Csabi, látod, nem ez a probléma, hogy mi erről nem tudtunk, hanem hogy Berki Krisztián nem tudott erről. Tehát, hogy mi, oké, hát ez csak egy poén volt. Tavaly nyáron erről beszéltetek. Hát arról, hogy kivasaltatta, mi nekünk szed meggyőződés. De ez mekkora, hallod? Ezt neten úgy, hogy epic fail. Tehát Krisztián meg ezen indult el. Soha nem felejtem, mert régen volt a kívánságműsor 2-től 5-ig. Emlékszel? Vagy hétfőn. Takács Marikával és Gávölgy Jánossal, és jött egy ilyen levél, hogy szeretném kérni Gianni Moranditól a Melinda című számot, nagyon szeretem, annak idején erről neveztem el a lányomat. És akkor mondta Gávölgy János, hogy küldjük a dalt, aminek a címe egyébként Belinda. Körülbelül ekkora ráfutás lehetett. Na jó, van mindegy, de azért az, tehát hogy a maga a hír az azért generálta azt, hogy van. Igen. Ilyen, hogy ki tudott simítatni. Hogy honnan van az igény, tehát kinek volt erre igény. Persze. Nem, biztos, hogy egyébként így lehetett. Mert gyűrött, vagy... Krisztián látott egy videót fent róla a YouTube-on, csak nem vártam meg a videónak a végét, amin ki volt írva az, hogy a szereplőink kaszkadőrök ne csinálják utána. Ez ilyen Jackass kategória szerintem. Az. Ott szoktak ilyeneket csinálni. Az, időre kivasald a helyét. Hívjuk a naphallgatóját. Nem tudom, hogy milyen SMS-sel verekedt ebben magát a legjobbak közé, de mindjárt kiderül. Minden esetre nem mi vettünk 30 milliárd autót meg karórát magunknak. Hanem a Krisztián. A sima Harry. Ez az indián neve? Nem, ez a bukba volt benne. Marcsó. Ez az! Új, de jó vagy! Mondj nekünk egy keresztnevet, légy szíves. Tamás vagyok. Tamás, te írtad ezt az SMS-t reggel, én sírva röhögtem rajta, a többiek csatlakoztak. Feri főzé 2 liter teját, 4 kanál kamilla, 3 kanál csipkebogyó, 2 kanál csalán, 5 kanál akácméz, majd önskjöpcsába is így a házi pálinkát. Így van. Hát sajátos kalapkúra. Igen, de nagyon jó, nagyon tetszett. Bátran küldtem ezt az SMS-t, mert ugyanis az én családom is szenved most ezekkel a vírusokkal. Uh-huh. Mi csak úgy hívjuk, hogy folyékony laptop act, úgyhogy ezzel kúráljuk magunkat sikeresen. Hála használ? Használta. A gyereknél is bejött? Úgy alszik azóta, hogy 4 napja alszik. Így van. Hát alszik egyfolytában, nincs rá gond. Iskolából se kapjuk az intőket, úgyhogy teljesen jó van mindenki. Rendben, köszönjük szépen neked, hogy gratulálunk még egyszer ezzel az SMS-sel, te lettél a naphallgatója. Küldünk egy morning show ajándék csomagot, meg én úgy emlékszem, hogy van még valami, de azt mondja, megnézzük. Van még valami, ezt már is meghallgathatod a reklámban. Oké? Köszönöm szépen. Köszi, szevasz, szép napot. Köszi, ja. Ha péntek, akkor ugye recept, és mindannyian természetesen már tükörbe várjuk, hogy gondolom. Mi lesz a pénteki recept felé. Én figyeljetek, én nekem elegem volt. De mi felírsz valami gyógyszert, és ez nem követ. Igen, például neked arra, hogy tudjuk elkerülni azt, hogy rövid időn belül újra gyere, de már legközelebb számít. Azon te nagyon rajta vagy mindig. Én imádom, ha itt vagy, tényleg. Én is belevizserek. Leráztam magamról azt a békét, amit rám szoktatok tenni, hogy miért nem csak vaj van benne, meg kenyér a receptben, tehát és akkor kész a vajas kenyér, úgyhogy azt mondtam, hogy indiai kaja lesz. Úgyis arrafelé indult el a főnök, hogy mondjuk odáig nem ment, vagy túlment, azt hiszem. Igen, túlment, de indiai kaját csinált,
csináltam én, le is fotóztam, és le is írtam nektek. De a elkészítése egyszerű, és olyan dolgok vannak benne, amire egy első ráolvasatra azt mondtad, hogy menj a fenébe a Rákóczi, de én direkt utána jártam a dolognak, hogy az összes vidéki nagy áruházban, tehát a T-betűsben, meg az S-betűsben is lehet kapni ezeket a dolgokat, úgyhogy nekem senki nem mondja, és ezt úgy hívják, hogy csirke tikka masszala. Hoppácska! Hoppá. Nagyon jó! Jó, hogy nem Rákóczi túrós. Azt nem, azt egyéb módszerrel szoktuk előállítani, ugye, tehát az, mert az egy sütemény, ez meg egy húsétel. Ezért jó az indiai konyha. Jó. Az indiai konyha azt egyébként tudod, jó, nem tudtam, amit találsz otthon körivel. Egyébként pontosan. Azért össze, kicsit összeöntik. Én nem értettem ezt a tikkurilát, vagy az nem. Azt hittem, hogy mikkamakka is valami finn valaki volt. Ferinek ingyen festették ki az éttermét, és azért adta ezt a csirkét értjük, de mi a tikka és mi a masszala. Nagyon érdekes, mert ilyen indiai étel egyébként nincs ez. Azután, ahogy az angolok betették oda a lábukat, ők nem bírták. Az alapétel az úgy hívják, hogy csirke tikka. És ez egy nagyon-nagyon csípős, nagyon... Igen, tikka, tyúk ez lett. Tikka, magyar, mindenki magyar. És ők meg elkezdték volna, hogy angolok, és ha már itt élnek, ugye egy rövid távra ők ott berendezkedtek annak idején, akkor próbáljunk meg puhítani, finomítani ezen az ételen, és egy ilyen nagyon sejmes szósz van az egészszel. Összefőzve, és ezért lett a masszala. Ezért lett. Ennyire jó vagy, Csabi! A masszalából kikódolta a masszát, zseniális, azért nem akasztó. Ajánlj nekünk egy muzsikát, jól kívánság. Most fogom nektek ajánlani, képzeljétek el, azt nyilatkozta 40 fölött minden elindul dél felé, és főleg a hátsójára gondolt, de mi 40 fölötti férfiak ezt cáfoljuk, a gravitációt, amikor igen, nézzük az ő képeit, vagy videóit, bizonyos testrészeinkkel, és van neki most egy gyönyörű újdonsága, Into the Blue, ezt ajánlom nektek. Meghallgatjuk szépen Kylie Minogue-tól az új dal. Dombovár István, nagyon szépen nagyon köszönjük szépen, a mai részét. Jó voltál, megijöhetsz legközelebb. Köszönöm a lehetőséget, nagyon szeretek itt lenni nálatok, örülök, hogy találkozhattunk, örülök, hogy ilyen sok hallgatóhoz szólhattam. Remélem elnézitek nekem azt, amit elrontottam, és örültek annak, amit esetleg jól csináltam. Atya úristen, te jó vagy, és aki élőben akar veled találkozni. Nézd, látod, így reagál az érzelmekre. Látod, ez a Feri, ez egy igazi robot. Egyetértünk fel. A konnektó legyen veletek. Igen, és te ma, vagy holnap? Hol? Azt kérdezte a Jan, hogy... Fél hétkor megyünk Balassagyarmatra, és 7:30 a Vácra. Ne csak arra figyelj, amiből puncsolhatsz, hanem arra is, amiből keresed. Duma színház ez. Nem, engem nem. Figyelj, én ezt mondom, varázsbabér is megcsinálom. Tudom, meg egyébként a Dombinak nem tudom, tudjátok, de nagyon jól megy, ugyanabban a 10 emeletesben lakik még mind, de már az övé. Ugyanabban a 10 emeletesben lakom, de már a 9-en. Amikor először találkoztam Andy Vajnával, megkérdeztem tőle, hogy tudja, mi az a 4D-s mozi, azt mondja, tudom, nekem is van. 4 perc múlva lesz, 10 óra, elmegyünk hétvégézni, hétfőn jövünk ketten Jánossal, plusz van egy sztár vendégünk. Bizony. A művésznevén csak C. Sonka Andrásnak szoktuk őt nevezni, de az isteni a nagyon drága. Na, én már itt sem vagyok. Csonka Pici fog majd jönni. Nagyon szeretjük őt is, úgyhogy ő lesz velünk 10-ig. Szerdán meg majd Balázs, de jó hétvégét mindenkinek. Kellemes hétvégét. Kívánságműsor. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.